Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, Önök az Infotelevíziót látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Illési Bolya védőnővel a leginkább gyerekeket érintő fertőzés veszélyekről és azok kezeléséről beszélgettünk. Amikor egyre több van belőle, és próbálkozunk ezzel, azzal, avazzal, és nem jönnek be a házi patikában alkalmazott szerek, akkor érdemes elmenni egy, vagy a házi orvoshoz, vagy pedig egy bőrgyógyászhoz, és megmutatni neki, hogy mi a teendő. Fél éves összefoglaló tartott az Infotelevízió kamerái előtt Vég László. Sümegváros polgármester az interjúban elmondta az eddigi eredményeket és nehézségeket, mely a tavaly összefelállt testület munkásságát jellemezte. Még a kampányban ugye két fő területet fogalmaztunk meg, én és társaim. Mondhatjuk úgy, hogy az iparfejlesztés, gazdaságfejlesztés, tulajdonképpen a munkahelyteremtés és a turizmus. Persze a kettő között nyilvánvalóan van átjárás, hiszen a turizmus fejlődése is nagyon sok munkahelyet teremthet, de azért ez a két viszonylag jó különválasztható dolog volt a kampányban, a programunknak a fókuszában. 2015. július 29-én került sor a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli régióban című projekt ünnepélyes záró rendezvényére a Tapolcai Deák Jenő Kórházban. Ebből tekintsenek meg egy összefoglalót. A tüdőgyógyászati rehabilitációs osztály betegei ez idáig régi, elavult és korszerűtlen épületekben voltak elhelyezve, megnehezítve ezáltal az osztály munkáját. Az elbontott épületek helyére került az új épület, melynek emeletén 51 ágyas rehabilitációs osztály fog működni. Kérem, tekintsék meg aktuális híreinket! Deményi Miklós festőművész műveiből nyílt kiállítás a Püspöki Palotában. A megnyitóra június 27-én került sor, ahol Wegner Tibor művészet történész elmondta, hogy egy szerény, visszahúzódó művész kiállítása látható a palota falain. Hogy a festő nem volt az állandó reflektorfényben dolgozó, népszerű, a művészetpolitika, a szakma és a kritika potentátjai által körülrajongott művész, hanem sokkal inkább szerényen visszahúzódó, műtermében szorgalmasan dolgozó alkotó, aki elmélyülten festői programjának megvalósításán tevékenykedett. A tárlat megtekinthető 2015. augusztus 31-éig. Alvásdiagnosztikai vizsgálattal bővül a Sümegi Járóbetegellátási Központ. Szabó Krisztina, az intézmény vezetője, kérdésünkre elmondta, hogy ez a vizsgálat nagyon sok problémára rá tud mutatni, ezen felül 2016. április 1-től jogosítványhoz is köthető lesz a vizsgálat. Kormányzati szinten nagyon komoly törekvés van arra, hogy felhívják a figyelmét az úgynevezett alvási apnoé jelentőségére. Ez egy olyan fennálló tünet, egész pontosan kórkép, aminek nagyon gyakran nincs más tünete, mint az, hogy az illető horkol. Illetve lehet még a reggeli fáradtság és a kialvatlanság érzése, azonban ez sajnos sokkal nagyobb problémákat okoz a mindennapi életben. A statisztikák szerint a közúti baleseteknek közel az 50%-áért az alvási apnoé szindróma felelős gyakorlatilag, ami vagy a figyelmetlenség, tehát ahogy mondtam, a kialvatlanságból következő figyelmetlenség, vagy az egyszerűen az ekte elalvás okozta balesetek kapcsán jön létre, illetve nagyon komoly összefüggésben van szívérrendszeri megbetegedésekkel, és sajnos a hirtelen szívhalállal is. Április 1-je óta a kormányrendeletbe hozták azt, hogy ha lejár valakinek a jogosítványa, és a hosszabbítása miatt házi orvosához fordul, akkor a házi orvos a külső jelek, illetve a fizikális vizsgálat alapján gyanút észlel, hogy az illetőnek alvási apnoé szindrómában szenvedhet. Itt a tünetekre gondolnék, vagy a gyanú esete olyanra kell gondolni, mint az túlsúly, sajnos ez elég komolyan hajlamosít, különösen az extrém nagy haskörfogat, illetve a nagyobb nyakkörfogat hajlamosít ennek az alvási apnoénak a kialakulására. Tehát, hogyha ezeket a jeleket látja a házi orvos, szakmailag úgy ítéli meg, hogy szükséges egy alvásdiagnosztikai szűrés, akkor addig nem hosszabbítja még a jogosítványt, amíg egy ilyen szűrővizsgálaton részt nem vesz az illető. Ez a szűrővizsgálat az a készülék, amit a járóbeteg szakellátó központban működni fog. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy 24 órás vérnyomásmérőt, amit ráakasztanak a betegre, ezzel hazamegy, tehát az otthonában pihen, ez nem egy bentfekvős, hiszen itt lehetőség sincs rá.
vizsgálja a mellkas mozgását, vizsgálja azt, hogy hányszor van légzéskimaradás az alvás során, ez a legfontosabb szempont egyébként. Többek között vizsgál EKG-t, tehát nézi a szívfrekvenciát, a pulzust, és még egyéb olyan adatokat, amiből egy úgynevezett AHI indexet generál. Ez megmutatja a diagnosztizáló orvosnak azt, aki kiértékeli a szűrővizsgált eredményét, hogy fennáll-e az apnoé szindróma vagy nem. Ha nálunk ezen a szűrésen úgy tűnik, hogy az illető ebben szenved, akkor viszont alvásdiagnosztikai laboratóriumban kell neki részt venni egy vizsgálaton, hiszen ott már ennek van gyógymódja, hál' Istennek, egy úgynevezett titráláson fog részt venni az illető, akkor is megállapítják egy másik készülékkel, hogy milyen nyomású oxigénre lenne az ő esetében szükség az alvása során ahhoz, hogy biztonságosan elkerülhető legyen akár egy hirtelen szívhalál, vagy bármilyen szívérendszeri esemény. Ha ez megtörténik, és az alvásdiagnosztikai laboratórium kiadja az eredményt, akkor kaphatja meg, és gondozásba veszi az illetőt, akkor kaphatja meg a jogosítványt. Tehát ez azért nagyon nagy népegészségügyi jelentőségű dolog, azt gondolom, mert nem csak a hivatásos jogosítványra, hivatásos sofőrökre vonatkozik ez, hanem az úrvezető jogosítványra rendelkezőkre is. Időközi választás lesz a nyár végén Tapolcán. Ennek oka, hogy Rigl Lajos képviselő nyert az időközi országgyűlési választás tavasszal, míg Dobó Zoltán polgármester összeférhetetlenség miatt mondotta az egyéni mandátumáról. A választásokkal kapcsolatban a Fidesz tartott sajtótájékoztatót a múlt héten, ahol Fenyvesi Zoltán elmondta, két olyan független jelöltet találtak, akiknél értékrendjük közel áll a polgári párthoz, így önálló jelölteket nem indítanak, hanem a két független támogatják teljes mellszélességgel. Ezért a Fidesz úgy döntött, hogy önálló képviselőjelölteket nem fog indítani az időközi választáson, hanem a két független jelöltet teljes mellszélességgel támogatja, hiszen ahogy említettem, az ő értékrendjük és a Fidesz értékrendje közel van egymáshoz, és így úgy gondoljuk, hogy sokkal kevesebb jelölt lehet a választáson, és a város lakossága jól tud dönteni az elkövetkezendő két időközi választáson. Ács Jánosné, a hármas számú körzet jelöltje elmondta, hogy egy ember hitelességét az alázattal elvégzett munka adja. Jó napot kívánok, Ács Jánosné vagyok. Első szavam a köszönetté. Köszönettel tartozom annak a sok tapolcai embernek, aki méltónak tartott arra, hogy független jelöltként megmérettessem magam Tapolca hármas számú választókerületének képviselői mandátumáért. Köszönet a Fidesznek, a KDNP-nek, hogy elképzeléseim mellé állt. 1957-ben születtem, két felnőtt gyermekem van. Hivatásom és foglalkozásom kertészüzemmérnök. Több mint 30 éve élek ebbe a városba. Én Tapolcának nagyon sok mindent köszönhetek. Rengeteg nagyszerű embert ismertem meg itt, és úgy gondolom eljött az idő, hogy minden sok jót, amit én ettől a várostól kaptam, visszaadjam és megszolgáljam. Életprogramom az emberbaráti szeretet. Református presbiterként szolgálom Istent, egyházamat és gyülekezetemet. Több jótékonysági alapítványnak alapítója vagyok. Fontosnak tartom, hogy egy ember hitelességét az alázattal elvégzett munka adja. Férjemben, aki haláláig 10 éven át volt Tapolca megbecsült polgármestere, családom a legnagyobb kincsét adta ennek a városnak, de éppen ezért én nem lehetek más, csak Tapolca egyik legnagyobb drukkere. És nem a pálya széléről szeretnék szurkolni, hanem tenni szeretnék Tapolcáért, a hármas számú választókerületben élőkért. Férjem egyik mondása a mottóm, minden, amit Istentől kaptál, embertársaid javára kell fordítanod. Egész életed szolgálat legyen. A megmérettetésre felkészültem, a szolgálatra készen állok. Nagy tisztelettel kérem a hármas számú választókerületben élők bizalmát és támogatását. Isten éltessen minden tapolcait. Isten óvja Tapolcát, köszönöm, hogy meghallgattak. Horvátné Somogyi Ildikó kiemelte, hogy már felmenő és Tapolcán éltek, dolgoztak, ő maga pedig gyógypedagógusként tevékenykedik a városban. Munkájának köszönhetően jól ismeri a hátrányos helyzetű és a sérült emberek helyzetét. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Horvátné Somogyi Ildikó vagyok. Köszönöm a tapolcaiaknak a biztatást, a bátorítást, hogy induljak a választásokon. Tapolcán születtem, itt is nőttem fel 3 testvéremmel együtt. Jelenleg is itt élek, lányommal és férjemmel.
Törzsgyökeres tapolcainak vallom magam, hiszen anyai nagyszüleim is ebben a városban éltek. Édesanyám pedagógus, édesapám dr. Somogyi József sajnos már nem lehet közöttünk, de a szellemisége, a gondolatai mai napig meghatározzák az életemet. Igyekszek ebben a szellemben élni, dolgozni. Közel 2 évtizede dolgozom. A Kisfaludi Sándor Gimnázium az alábbi időpontokban tart nyári ügyeletet a nyári szünet alatt. Július 22-e, július 29-e, augusztus 5-e, augusztus 12-e, valamint augusztus 19-e 8 és 12 óra között. Az első alkalomtól kezdve Szalai Edit igazgató helyettes, valamint Szeldőni Lapos Éva igazgató váltják egymást az ügyeletben hetenként. A Kisfaludi Sándor Emlékház 2 szombatig 10 és 17 óra között tart nyitva. Teljes áru belépőjegyára 500 forint, kedvezményes jegyára 300 forint. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. A Vekele Sándor Üzleti Főiskola John Harry Newman Intézet másoddiplomás képzést hirdet a Főiskola Budapest, illetve Sümegi Kampuszán Média Manager szakon. Nyári programok kavalkádja várja a Sümegi Várba érkezőket. Augusztus 31-éig minden nap 10.30-kor a Vál felvonó hídjának ünnepélyes leengedése, 10 órakor Solymász bemutató, 11.30-kor a Kiskakas Gyémált félkarcára, előadás kicsiknek és nagyoknak, közben folyamatosan 16 óráig középkori forgatag, életképek a vári népek mindennapjaiból, boszorkányüldözés, őrségváltás, alkimista műhely, apácasó, hastánc, kígyóbűvöléssel. A várban az állandó kiállítások mellett minden nap nyitva tart még a kürtös kalácsos, a borozó, szuvenír, állatsimogató, lehet póni lovagolni, íjászkodni, a gyerekeket pedig hagyományőrző játékokkal várják, úgy mint gólyalábazás, falovacska, hétfejű sárkány és párnacsata. A Capári Lovasiskola szervezésében hatnapos turnusokban minden korosztály számára lovastábort hirdetnek a Sümegi Vár tövében. Kezdő, illetve haladó szinten a lovasoktatás kivételében közösen vehetnek részt a reggeli munkálatokban, az istállóban, az elméleti oktatáson, lovaskocsis kiránduláson, napos túrán, valamint a vacsora utáni póni derbin. A táborára magában foglalja a programokon való részvételt, valamint a teljes ellátást reggelivel, ebéddel, vacsorával, illetve szállással. Érdeklődni a Capári Lovasiskolában lehet a képernyőn olvasható elérhetőségeken. Július, illetve augusztus hónapban minden délután 14 és 17 óra között ingyenes kézműves foglalkozás és játék nagyszülők és unokák részvételével a Napfény Szociális Segítőközpont udvarán. Várják azon nagyszülők jelentkezését is, akik foglalkozást tartanának. A Pannonvár Színház előadásában a Palota Színházi Játékok kerülnek megrendezésre a Sümegi Püspöki Palota udvarán. Július 17-én pénteken 16 órakor a Szépek szépe zenés mesejátékot, július 17-én pénteken 21 órakor a Star Factory Musicalt, augusztus 7-én pénteken 17 órakor a Csalóka Péter zenés mesejátékot, augusztus 7-én pénteken 20.30-kor a Végvári Napok nyitó rendezvényének keretein belül a Toldi Musical költeményt tekinthetik meg az érdeklődők. Első helyszín a Kisfaludi Sándor Művelődési Központ. Jegyek válthatóak a Püspöki Palotában, a Kisfaludi Sándor Művelődési Központban, a Sümegi Turinformirodában, valamint a Veszprémi Hangvillában. Július 18-án imáron 5. alkalommal rendezik meg a Sümegi Tuning és autós találkozót a Sümegi Horgásztónál. Játékos programok, sztárvendég, autós szépségverseny, hagyományverseny, büfé és DJ várja az oldalátogatókat. A Balatoni Csillagösvény missziós körút keretein belül Böjte Csaba ferences szerzetes Sümegen a Ferences templomban tart előadást július 22-én, szerdán 17 órakor. Közreműködik a Magyar Örökségdíjas Marosszéki Kodály Zoltán gyermekkar. A missziós körút 12 állomásból áll, melyek helyét, illetve idejét a képernyőn olvashatják. Július 25-én, illetve 26-án rendezik meg a 11. jakabnapokat a Palotakertben. Szombaton 10 órától agárkutya bemutató és futtatás a Sümegi Várköpeny területén. 17 órától folklorgála, 19 órától operettgála Tihanyító Csaba társulatával, majd 21.30-kor gimes koncert zárja a napot. Kísérő programok 9 órától koronglövő verseny az Uzsai Erdészeti Sportlőtéren, 13 órától vaddisznó pörkölt főzőverseny, 16 órától Brumi Band koncert, majd 23 órától a 100 tagú cigányzenekarból Bódi Lajos Prímás és zenekarral zárja az estét. Július 26-án vasárnap 15 órától Hubertus Szentmise a Ferences kegytemplomban,
16.30-kor jakabnapi felvonulás, majd látványos bemutatók, zászlóforgatók, sólyom bemutató, római légió és avar hagyományőrzők. 17.30-kor Happy Dixielandben, majd 19.30-kor LGT emlékzenekar koncert. Mindkét napon borkóstula a borvidékek pincészeteinek bemutatkozásával, egésznapos családi programok és játszóházak várják az odalátogatókat. A 14. jakabnapok keretében július 24-én, pénteken 21.30-tól a Püspöki Palota homlokzatán zenére komponált, virtuális épületfestés, látványos fények és mozgó vizualizáció színesíti meg az estét. Közreműködik Nagy Zsazsa énekesnő. Szintén a 11. jakabnapok keretein belül július 24-én 20 órától a Palotakertben borkóstoló a borvidékek pincészeteinek bemutatkozásával. A jókedvből az Unrend The Big Face gondoskodik. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. A jakabnapok kísérő programjaként a Sümeg az Európai Kultúrában programon vehetnek részt az érdeklődők. Július 24-én pénteken 16 órától Kisfaludi Emlékházban és udvarán a Mi Kisfaludink Prazonovszky Mihály irodalomtörténész múzeológus előadása. Karakas Zoltán, a Kisfaludi Sándor és az Örömóda, azaz a magyar népzene hatása az európai zeneműre előadását hallgathatja meg a közönség, ahol közreműködik a Szegedi Rózanői Kar és a Kisfaludi Kör. 17.30-tól Darnai Kálmán emlékére előadást tart Miklósi Sikes Csaba irodalomtörténész. A program alatt sor kerül a Darnai Kálmán emléktábla avatására a Kisfaludi téren a Pantheon falon, ahol a Kisfaludi Gimnázium öreg baráti köre működik közre. A program zárásaként 19 órától Nagy József fülesperes és kanonok előadásában vehetnek részt az érdeklődők a plébánia templomban. Közreműködök a Hey Vizi Trio együttes. Július 25-én a jakabnapok keretein belül rendezik meg a Tiszta Forrás a Göcsejtől a Bakonyig második néphagyományőrző találkozót. 17 órától folklorgála, ahol közreműködik a Sümegi Néptánc Együttes, gyermekifjúsági és felnőtt csoportja, a Veszprémi Ifjúsági Néptánc Együttes, valamint a Tördemisz Néptánc Együttes. Kísérő programként kézműves verser és bemutató, valamint népi ügyességi játszóházak várják az odalátogatókat. Július 25-én a jakabnapok keretein belül gimes koncert lesz Sümegen a Palotakertben, ahová minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak 21.30-tól. Most újra háromnapos lesz, és mind a három nap igen jó programokkal van feltöltve. Ezt is igyekszünk úgy promotálni, hogy az egész ország tudjon erről a rendezvényről, és én arra biztatnék minden Sümegit is, meg mindenkit az országban, aki teheti, hogy jöjjön le Sümegre arra három napra, mert tényleg a vadászat, a kutyák, agárverseny, borkóstoló, tehát a gasztronómia, de a művészetek is nagyon nagy hangsúlyt fognak kapni, és természetesen a zene, gimes koncert lesz. Tehát én azt mondom, hogy valóban fantasztikus programok lesznek, ahol mindenki el tud szórakozni, és így tud tölteni három napot, és egyébként ezt a rendezvényt szeretnénk kihasználni arra, mint egy első lépcsőként, hogy a kisfaludi kultuszt újra felélesszük Sümegen. Erre nagyon nagy szükség van, és Kisfaludi Sándorról is igen érdekes dolgokat tudhatnak meg az érdeklődők. Prazonovszky Mihály előadásában, illetve másoktól. Július 19-én szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a Bazsi falu napra a sportpályán felállított rendezvény sátorba. 9 órától indul a főzőverseny és a foci meccsek a sportpályán. Délután 15 órától Tüsi Bohóc műsora, néptánc bemutató a Gersei Pető általános iskola tanulóival, Szilágyi Arnold operett műsora, Vénornyafoki harmonikások, Ikon művészeti társulat, Hunc utcemek néptánccsoport, Salsa La Vida tánccsoport műsora, Rockband Blues retro zenekar koncertje. Este DJ Di Marcell, minden mellett ugrálóvár és népi játékok várják az odalátogatókat. Elsőtől 6. osztályos gyermekek jelentkezését várják a július 27-től 31-ig megrendezésre kerül napközis táborba a Csabrendeki Művölődési Házba. A tábor naponta 8.30-tól 16.30-ig tart, ebédet és uzsonnát a résztvevőknek biztosítanak. A tábor ideje alatt lesznek ismeretterjesztő és kézműves foglalkozások, kirándulások, sport és sok-sok játék. Érdeklődni a képernyőn megjelölt telefonszámokon vagy személyesen a Művölődési Házban lehet. Nyári programjaira is nagy szeretettel várja az érdeklődőket a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont.
Szeretettel várnak minden kedves vendéget a nyári strandszínházi előadásokra, az Ajkai Városi Strand és Gelményfürdőbe. Július 18-án szombaton 11 órától Csukás István az Óriás nyomában zenés mesejáték tekinthető meg. Július 18-án szombaton 21 órától Csavart fel a szőnyeket, musical show. Július 18-án szombaton 22:30-tól éjszakai vízi Orfeum előadás. Július 19-én vasárnap 11 órától Szergej Prokojev, Péter és a Farkas táncjáték kicsiknek. Július 19-én vasárnap 21 órától Gém Zoltán Star Factory musicalé lesz a főszerep. Jegyek több helyszínen válthatóak, a Veszprémi Hangvilla jegypénztárában, az Ajkai Városi Strand és Élményfürdőben, az Ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpontban, országszerte az Interticket tálózatban, valamint a helyszínen a műsor megkezdés előtt. Első helyszín a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont. Az Ajkai Kristályfürdő az idejében is meghirdette a Kristályfürdő szépe versenyt, melyre július 25-én kerül sor. 16 órától megnyitó, majd selejtezők. Mindezek közben Dynamic Rock'n'Roll és Fickó András Acoustic Band koncert. 19 órától eredményhirdetés, majd 19-20 órától éjszakai fürdőzés a Flipper zenekar kíséretében. Augusztus 7-én az Ajkai Kristályfürdőbe Kassa Tibi látogat el. 20:30-tól kezdődő koncertjével szórakoztatja a közönséget, majd a koncert után éjszakai retro medence parti Sári Andrással. Jegyek a Kristályfürdő jegypénztárában kaphatóak. Az Urkuti Csillagászati Klub tagjai július 25-én távcsőes bemutatót tartanak 20:30-tól a Városi Művelődési Központban. Az este folyamán több csillagászati távcsőbe is belenézhetnek a kíváncsiskodó szemek. A program ingyenes, minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. Iszkáz önkormányzata és a Nagy László Szellemi Örökség Alapítvány tisztelettel és szeretettel meghívja az érdeklődőket július 18-án szombaton délben kezdődő koszorúzásra egybekötött kerti rendezvényére, a Nagy László Emléknap alkalmából a költő szülőházánál születésének 90. évében. Az ünnepségen elhangzik Érzi anyám lüktet a pólya, Liszi Melinda és Szokolai Dongó Balázs műsora, majd Pegazus Pajta címmel Csernus Lőrinc építész ismerteti az emlékház kertjében tervezett új közösségi épületet. 10 vendég Szent Mártoni János költő, a Magyar Írószövetség elnöke. Vendég a Somlai Csordás Fodor Borház. Támogatók Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont, Ajka Magyar Művészeti Akadémia, Somlótája Vadásztársaság, valamint további magánszemélyek. A Tósok Berendi Egyesület augusztus 1-én rendezi meg a jubileumi 5. Tósok Berendi Nosztalgia Jármű Fesztivált a felújított kristálypályán. A kiállított autók, traktorok és motorok mellett a szervezők változatos programokat állítottak össze, amelyek között lesznek hagyományosak és teljesen újak is. Az ingyenes gyermekprogramok az idén 22 órás folyátékkal egészülnek ki, továbbá a rendőrség is ott lesz a pályán a gokárt járműveivel és kutya bemutatóval. Ismét megérkezik a népszerű faros busz és a kis vonat Tósok Berénybe, amelyen utazhatnak gyermekek és felnőttek egyaránt. Lesz traktor és kötélhúzó verseny, de a rodeobikát is kipróbálhatják a bátrabbak. Az idejében a sztár vendég a 100 fok Celsius lesz. A járművek a városközpontba bemennek, így több lakónak lesz lehetősége megnézni a veterán járgányokat. A rendezvényen az ilyenkor szokásos vendéglátóegységek szolgálják ki a vendégek minden igényét. Éjjel 11:30-ig a Beer Blues együttes zenéjére táncolhatnak a szórakozni vágyók. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. A Voke Bacsány János Művörölési és Oktatási Központ szeretettel várja az érdeklődőket programjaira. Az ISF szabadtéri csengetős mozi a Borostyán cukrászda támogatásával augusztus 11-én várja legközelebb a nézőket 21 órától a Voke udvarán az Isten által teremtett pár című filmmel. Belépő 500 forint per fő, friss híreket és kevcsináló videókat Facebook oldalukon, illetve a www.bacsanyi.hu honlapon találhatnak. A Voke Baba Bőrzét szervez július 18-án délelőtt 9 és 12 óra között. Mindent lehet hozni, ami gyermekkel kapcsolatos. Előzetes jelentkezés szükséges a képernyőn olvasható elérhetőségeken. Helypénz 500 forint per asztal, bepakolás 8 órától. Mindenkit várnak nagy szeretettel. Csütörtök esténként az érdeklődőket várja Tamás Járó Művelődési Központ szervezésében a Malomtó partjára a Tapolca nyári rendezvénysorozat. Július 23-án 19 órától fellép a Balaton Kamarazenekar, majd 20 órától a Fonográf Emlékzenekar. Július 30-án 20 órától Intermezzo Latin Klub, majd 21:30-tól Csepregi Éva lép színpadra. Augusztus 6-án 20 órától Kálai Sanders Band koncertjét élvezheti a közönség. A rendezvény látogatása ingyenes, első helyszín a Tamás Járó Művelődési Központ.
Augusztus 18-ától 23-áig rendezik meg a tapolcai ünnepi napok és borhét programot. Minden nap bor és gasztra utca, kézműves vásár, játékpark a Kisfaludi utcán, a Köztársaság téren, illetve a Templomdombon. Borait kínálja számos környékbeli borászat. A színpadon színes helyi, illetve országos szinten ismert kulturális programok váltják egymást. Fellép többek között a Vivat Bacchus, a Halott Pénz, Tóth Vere és Tóth Gabi, augusztus 20-án az Ocsó Mecsó, a Tihanyi Vándor színpad, valamint az ismerős arcok. Tánztábort hirdet a Basic Tánc Stúdió július 27-től augusztus 31-ig, két éves kortól hip-hop, kortárs és jazz stílusban. További információkért keressék a képernyőn olvasható telefonszámot. Július 17-től augusztus 2-ig tart a Baracsonyi Borhét a Baracsonyi Parkban. A forgatag alatt számos környékbeli borászat kínálja borait, mindemellett színes kulturális programokkal szórakoztatják a közönséget. A fellépőknek, illetve a koncerteknek érdemes utána nézni a szervező elérhetőségeim. Idén 25. jubileumát ünnepli a Művészetek Völgye Fesztivál, melyet július 24-től augusztus 2-ig rendeznek meg. A gasztronómiai különlegességektől elkezdve a kézműves, hagyományőrző termékeken át széles palettán kínálja a változatos kulturális programokat. Részletekért keressék a rendezvény honlapját. A Varnok Szavér Balatoni Zenei Fesztiválra várják az érdeklődőket a Köveskáli Református Műemléktemplomba. Július 18-án 20 órakor Falusi Marian jazz hangversenyét hallgathatja meg a közönség. Július 25-én 20 órakor Várok Szavér és Bíró Eszter koncertjén filmzenék csengenek majd fel. Augusztus 1-én 20 órakor Váci Eszter Quartet jazz hangversenyével varázsolja el a közönséget. Augusztus 8-án 20 órakor Ránki Dezső, Klukon Edit és Ránki Fülöp Bach munkásságából mutat be egy szeletet három zongorán, majd Töröcsik Mari és Érdi Tamás előadása zárja a nyári zenei fesztivált. Jegyek a jegy.hu oldalon és az Interticket országos jegyirodai hálózatában válthatóak. Augusztus 20-áig reneszánszkori várjátékok a Nagyvázsonyi Kinizsivárban naponta 11, illetve 15 órakor. Lovaglás, íjászat, csillagdobálás, láncsahítás várja az odalátogatókat, nyitvatartási időben 9-től 19 óráig. Illési Bolya védőnővel a leginkább gyerekeket érintő fertőzés veszélyekről és azok kezeléséről beszélgettünk. Amikor egyre több van belőle, és próbálkozunk ezzel, azzal, avazzal, és nem jönnek be a házi patikában alkalmazott szerek, akkor érdemes elmenni egy, vagy a házi orvoshoz, vagy pedig egy bőrgyógyászhoz, és megmutatni neki, hogy mi a teendő. Fél éves összefoglaló tartott az Infotelevízió kamerái előtt Vég László. Sümegváros polgármester az interjúban elmondta az eddigi eredményeket és nehézségeket, mely a tavaly összefelállt testület munkásságát jellemezte. Még a kampányban ugye két fő területet fogalmaztunk meg, én és társaim. Mondhatjuk úgy, hogy az iparfejlesztés, gazdaságfejlesztés, tulajdonképpen a munkahelyteremtés és a turizmus. Persze a kettő között nyilvánvalóan van átjárás, hiszen a turizmus fejlődése is nagyon sok munkahelyet teremthet, de azért ez a két viszonylag jó külön választható dolog volt a kampányban, a programunknak a fókuszában. 2015. július 29-én került sor a Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban című projekt ünnepélyes záró rendezvényére a Tapolcai Deák Jenő Kórházban. Ebből tekintsenek meg egy összefoglalót. A tüdőgyógyászati rehabilitációs osztály betegei ezidáig régi, elavult és korszerűtlen épületekben voltak elhelyezve, megnehezítve ezáltal az osztály munkáját. Az elbontott épületek helyére került az új épület, melynek emeletén 51 ágyas rehabilitációs osztály fog működni. Standing here selling everything.
A nyárnak nagyon sok veszélye van, ilyenek a fertőző betegségek. Ami most felütötte a fejét, az az ótvaros fertőzések. Gyermekeknél tulajdonképpen mi ez az ótvar? Az ótvar az az impetigo contagiosa, illetve impetigo önmagában, ami egy bakteriális fertőzést jelent. Ennek az oka sok minden lehet. Nyári időszakban a csípések azok, amik, hogyha elvakarja a gyerek, akkor az egy felülfertőződés jelent. Ezek ilyen genykeltő kórokozók, a streptokokusz és a stafilokokusz az, ami ezt okozza, és a bőrnek a felszínén okozza ezeket a gennyes elváltozásokat, amik egészen bullózusak is lehetnek, tehát összefolyt nagy mennyiségű mészerű sebeket okoz a testnek a felszínén, úgy, ahogy elvakarja mondjuk a gyerek, és, de ezek heg nélkül gyógyulnak. Mennyire tudnak elterjedni a testre, hogyha nem megfelelően kezelik? Hát ugye ez terjedős, mégpedig úgy, hogy szélirányba terjed, tehát egyre nagyobbak lesznek, és megjelennek az újabb és újabb pöttyök, és mivel viszket, mert beindul egy gyógyulási folyamat, egy öngyógyulás a szervezetbe, ezért a gyerek ismét vakarja, azt tudjuk, hogy a kéz az, ami igazán fertőzött, akármennyire is tisztán tartjuk, ez akkor is a legtöbb kórokozót hordoz, és így a bőrnek a felszínén ezek a kiütések egyre nagyobb mennyiségben megjelennek. El tudja kapni az egyik gyerek a másiktól? Igen. Tulajdonképpen ezek a hólyagok, ezek fertőzőek, mivel egy gennyes váladékot tartalmaznak, ami tele van ezzel a kórokozóval, és így, ahogy megvakarja a saját kis bőrét, megfogja a tesók kezét, ezzel már a fertőzés át is adható. Mi az, amikor a szülő forduljon, tehát mi az a pont, amikor a szülő forduljon mondjuk szakemberhez, tehát honnan lehet látni, hogy ez az a seb, az nem az a seb, ami mondjuk megszokott a gyermeknél? Hát amikor azt látjuk, hogy terjed. Amikor egyre több van belőle, és próbálkozunk ezzel, azzal, avazzal, és nem jönnek be a házi patikában alkalmazott szerek, akkor érdemes elmenni vagy a házi orvoshoz, vagy pedig egy bőrgyógyászhoz, és megmutatni neki, hogy mi a teendő. Hogyan lehet kezelni ezt a problémát? Hát tulajdonképpen a higiénés szabályok betartása az, ami igazándiból fontos, főleg a nyári nagy melegben. Ugye eleve, hogy a kicsi gyerekeknek a betegsége tulajdonképpen ez, nagyobbaknál is előfordulhat, de ennek az oka mindenképp a kéz nem megfelelő mosása. Mit lehet tenni a gyerekeknél? Említette, hogy a különböző csípéseket elvakarják. Ugye a felnőtteknek van egy önkontrollja, azt mondja, hogy nem csípem, mert olyan baj lehet, viszont a kisgyereknek azért ezt nehéz megmagyarázni. Hát igen, ugye, hogy érzi a csípést, akkor megvakarja, amikor meggyógyul, akkor viszked, és megint megvakarja. Ugye nehéz azt mondani, hogy jaj, kicsikém, ezt ne csináld. Hát ilyenkor ugye eleve, hogy egész rövidre levágjuk a körmét a gyereknek, és naponta többször alaposan megmosatjuk a kezét a kicsinek. Megmutatjuk neki, hogy milyen helyes kézmosási mód, és nagyon jók ilyenkor a kendők, amiket alkalmaznak, ez a higiénés kendő, amivel fertőtleníteni lehet a kicsikék kezét. Mennyire lehet különböző fertőző betegségeket elkapni, mondjuk játszótéren, mászókán, homokozóban, és sorolhatnám tovább? Hát a nyár az kifejezetten az ilyen fertőzéseknek a meleg ágya, hisz meleg van. Amikor a gyerekek ugye sokkal több időt töltenek kint a szabadban, vagy a vízparton például, és ott bizony az ott leledző állatok, kutyák és a macskák bizony ezeket a fertőzéseket adhatják, szórhatják a gyerekek felé, ugye ezért vannak kitiltva az állatok a játszóterekről, de ugyanígy van a vízparton is, amire nagyon kell vigyázni. A szalmonellózis az a másik olyan fertőző betegség, ami nyáron egyértelműen előfordul, nagyon gyakori, és ennek is a hátterében a higiénés dolgok vannak. Tehát a gyümölcsöt, a zöldséget mindig megmossuk, és hogyha megmostuk és visszateszik a hűtőbe, újra kiveszik, újra meg kell mosni, hisz ennek a felületén így az, hogy a hideg gátolja a szaporodást, de nem állítja le. Tehát ugyanúgy ott vannak ezek a kórokozók. Tehát mindig meg kell mosni, mielőtt a gyerek kezébe odaadjuk a gyümölcsöt, vagy a zöldséget, mindig előtte meg kell mosni, és természetesen a gyerek csak úgy étkezzen, hogy a keze meg van mosva. Ez az alaptétele mindennek. A nyári betegségek között még nagyon fontos említeni a légúti betegségeket. Egy influenza-szerű vírusos betegségről van szó, ugye, ami levegő útján terjed, és magas lázzal is járhat, de lehet köhécselés és hőemelkedés is. Ez is egy vírusfertőzés, a másik pedig az enterális, tehát az anyagcsere betegségekhez köthető fertőzések.
amik szintén gyakoriak, de nem szalmonellózisról beszélünk, és ez mindegyik vírus eredetű, ennek tüneti kezelése van, tehát nagyon sok folyadékot kell, és lázat csillapítani. Mennyi lehetnek fertőzés forráspontok mondjuk a különböző légkondicionálók, hiszen itt a melegben, mind az autóban, mind az áruházakban egyfolytában mennek, sőt, sokszor jobban is, mint kéne. Így van. Tehát amikor túlhűtik, ugye megvan, hogy mennyi különbség lehet a kint és a benti hőmérséklet között. Na most mivel egy túlhűtés van, hogy kellemesen érezés, hosszan maradjon benne a vásárló ezekben az üzletekben, ezek a légkondik, ezek a meleg ágyai ezeknek a kórokozóknak, hogy szépen megtelepednek. Nagyon sok ember már érzékeny rá, úgyhogy nem szereltetik be a kocsiba, nincs a lakásba sem benne a klíma. Pontosan azért, mert a légkondival ezek a kórokozók ott maradnak, oda porosodnak be, és azt, hogyha nem tisztítja rendszeresen, nem alkalmaz szűrőt, akkor ez pedig nyomja kifelé ezeket a kórokozókat. Másik probléma, hogy gyerekek isznak a vízből, ebből is probléma lehet. Mit tehet a szülő, hogyha mondjuk nem tud egyből orvoshoz fordulni, olyan helyen nyaralnak? Hát, hogyha iszik a gyerek a Balatonvizéből, mondjuk, amire ugye tavaly kijelentették, hogy iható, hisz meg is kóstolta a tiszti orvos. Hát ha panasz nem okoz, akkor azt mondjuk, hogy hadd edződjön az immunrendszere, hogyha elkezd a gyerek hányni vagy hasmenése lenni, akkor mindenképp folyadékot pótlunk, lázat csillapítunk, és hogyha olyan mértékű, hogy egy nap 6-7-szer is van széklet a gyereknek, akkor elviszük az ügyeletre. Köszönjük szépen! Kérem! Fél éves összefoglaló tartott az Infotelevízió kamerái előtt Vég László. Sümeg város polgármester az interjúban elmondta az eddigi eredményeket és nehézségeket, mely a tavaly összefelállt testület munkásságát jellemezte. Még a kampányban ugye két fő területet fogalmaztunk meg, én és társaim. Mondhatjuk úgy, hogy az iparfejlesztés, gazdaságfejlesztés, tulajdonképpen a munkahelyteremtés és a turizmus. Persze a kettő között nyilvánvalóan van átjárás, hiszen a turizmus fejlődése is nagyon sok munkahelyet teremthet, de azért ez a két viszonylag jó külön választható dolog volt a kampányban, a programunknak a fókuszában. 2015. július 29-én került sor a Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban című projekt ünnepélyes záró rendezvényére a Tapolcai Deák Jenő Kórházban. Ebből tekintsenek meg egy összefoglalót. A tüdőgyógyászati rehabilitációs osztály betegei ezidáig régi, elavult és korszerűtlen épületekben voltak elhelyezve, megnehezítve ezáltal az osztály munkáját. Az elbontott épületek helyére került az új épület, melynek emeletén 51 ágyas rehabilitációs osztály fog működni. Köszöntöm, polgármester úr, amikor az ember elér egy szakaszhoz, akkor mindig mérlegelni szokott, hogy mik a legnagyobb sikere, mi az, ami nem sikerült. Amire leginkább mondjuk én kíváncsi lennék itt a fél éves tevékenysége során, hogy a kampányban azt fogalmazta meg, hogy itt minden emberre szükség van. Mennyire sikerült ez fél év alatt elérni? Igen, én is nagy tisztelettel köszöntöm az Info Televízió nézőit. Valóban én is úgy gondolom, hogy itt az ideje a mérlegkészítésnek, hiszen túl vagyunk 2015 első fél évén, és tulajdonképpen tavaly október közepe óta, hát több mint fél év telt el, de azért fogalmazhatunk úgy, hogy ez a november-december az egyrészt az ismerkedéssel, az ügyek átvételével zajlott, bár azért már decemberben elindult az érdemi munka is mindenképpen, arról nem is beszélve, hogy már októberben elindult sok olyan fontos dolog, ami, hogy úgy mondjam, a túléléshez szükséges volt feltétlenül, és úgy gondolom én is, hogy egy mérleget időszerű vonni így 2015 közepén. Valóban én többször elmondtam a kampány során, hogy mindenkire szükség van, és azt is többször megfogalmaztam, hogy minimum egyszer évente fogunk tartani egy olyan fórumot, tulajdonképpen nevezhetjük közmeghallgatásnak is, de kötetlenebb formában, mint egy
mint egy olyan közmeghallgatás, ami itt a polgármesteri hivatalban egy testületi ülés után vagy keretében zajlik. Erre még nem került sor, ez igaz, de sor fog rá kerülni mindenképpen szeptember folyamán. De úgy érzem, hogy azért ezen a téren is jól állunk, hiszen több olyan rendezvénye volt a városnak. Az adventtel kezdhetem, ami egy új rendezvény volt Sümegen, és nagyon nagy sikere volt mindenféle szempontból. És én azt a szempontot emelném most ki, hogy valóban ott találkoztunk az emberekkel. Ilyen sok sümegi ember még rendezvényen, én azt hiszem, ilyen típusú rendezvényen nem vett részt, hiszen nem volt sztár együttes, nem voltak sztár fellépők, hanem mondhatom azt, hogy magunk között voltunk. Itt egy nagyon családias környezetben és hangulatban karácsony előtt, és ott nagyon-nagyon sok emberrel elbeszélgettem én is, képviselőtársaim is, és valóban így alakulnak Sümeg dolgai különben, mert a kampányban is, emlékszem is, hogy az önnel készített interjúban is elmondtam ezt, megfogalmaztam ezt az október elejé rendezvényünkön a Palota kertben, hogy azért jók az ilyen rendezvények, mert az emberekkel, a sümegi lakosokkal kötetlenül el tudunk beszélgetni egy pohár sör mellett, vagy egy pohár fröccs mellett. És az adventen is a forralt bort iszogatva nagyon sok mindenre fény derült, kiderült, hogy mi bántja legjobban a sümegi embereket. Természetesen ezzel azért nagyjából tisztában voltunk előtte is, olyan nagyon nagy titkok nem derültek ki, de ez a nagyon szoros kontaktus, főleg egy ilyen kisvárosban, ahol kevesebb mint 7000-en lakunk, én úgy érzem, hogy nagyon fontos. Aztán ugye a másik ilyen rendezvényünk az a Gesztenyevirág Fesztivál volt május elején, ahol megint csak nagyon nagy tömeg volt, és abszolút pozitív visszajelzések jöttek a sümegiek részéről, még egyébként azok részéről is, akik tavaly október előtt nagyon jól tudom, hogy például nem erre a csapatra szavaztak. Tehát ebből a szempontból én úgy érzem a visszajelzésekből és a város hangulatából, hogy jól állunk, sikerült egy egységet megteremteni a városban, hál' Isten. A sümegre egyébként jellemző széthúzás, ez most egyáltalán nem jellemzi a városunkat, a helyi politikát. És erre szükségünk is van, mert azok a célok, amit kitűztünk, hát azoknak az eléréséhez nagyon nagy összefogásra és erőfeszítésekre lesz szükség egyébként. Szeretettel fogadóra. Mi az, amiért leginkább bekopognak önhez? Hát a legjellemzőbb ügyek, azok általában a lakással összefüggő ügyek, tehát nagyon sok ember szeretne önkormányzati lakást, illetve nagyon sok olyan sümegi lakos látogat meg, akinek valamilyen problémája van ezzel kapcsolatban, tehát esetleg van neki lakása, önkormányzati bérlakása, de hát problémái vannak a fizetéssel, a rezsii tartozásai vannak, és sajnos egyébként nagyon sok olyan esetben keresnek meg, amikor tulajdonképpen én nem tudok segíteni, vagy csak nagyon korlátozottan. Én ezt el is mondom mindenkinek, meg hát itt a tévében is szeretném megfogalmazni, hogy egy önkormányzatnak nyilván nem az a feladata, hogyha valaki felhalmozott mondjuk 200 000 forintos EU-n tartozást, hogy akkor azzal bejön ide, amikor már éppen ki akarják kapcsolni a villanyóráját, és akkor az önkormányzat ez valahogy oldja meg. Sajnos az önkormányzat ilyen helyzetekben persze, hogyha van rá mód és lehetőség, akkor egy-egy gyors segélyt tudunk adni, de hát nyilván nem vagyunk erre berendezkedve. Hát a másik olyan dolog, amivel nagyon sokan megkeresnek, az pedig ugye a munka helyekkel függ össze, tehát sokan csak azért, hogy kerüljenek be a közmunkaprogramba, hogy ebben próbáljak meg nekik segíteni, vagy más tekintetben, hogy a munkahely teremtéssel hogy állunk, mert
őt adott esetben érdekelni, ilyen vagy olyan munka is szeretne dolgozni, tehát ilyen dolgokkal általában ezek a leggyakoribbak. Meg hát persze nagyon nehéz lenne felsorolni. Ahogy mondtam, nagyon sok olyan ügyel is sajnos megkeresnek, ami nem ide tartozik, de hát nyilván az állampolgárok eleve nem mindig tudják, hogy mi tartozik, milyen feladatok tartoznak az önkormányzatra, vagy éppen a polgármesterre személy szerint. Mindig szívügye volt a püspöki palotának a felújítása, és hogy ott minél több program legyen. A palotának, palotában most is zajlanak a felújítások. Hogy sikerült ezt elérni? Igen, valóban. Még a kampányban ugye két fő területet fogalmaztunk meg, én és társaim. Mondhatjuk úgy, hogy az iparfejlesztés, gazdaságfejlesztés, tulajdonképpen a munkahelyteremtés és a turizmus. Persze a kettő között nyilvánvalóan van átjárás, hiszen a turizmus fejlődése is nagyon sok munkahelyet teremthet, de azért ez a két viszonylag jó különválasztható dolog volt a kampányban, a programunknak a fókuszában. És akkor én most tényleg össze is foglalnám ennek a mentén az elmúlt nagyjából 7-8 hónap történéseit. Elkezdődött a dolog azzal, hogy decemberben elhatároztuk, hogy ugye ipari parkká minősítetjük az ipari területet. Ez elég sokáig elhúzódott, de hát az az igazság, hogy mi sem voltunk egészen tisztában még decemberben azzal, hogy pontosan ez mivel jár, mert ugye minden tulajdonossal alá kellett iratni nyilatkozatot, és nagyon sok ilyen adminisztrációs tennivaló volt, de örömmel jelenthetem be, hogy két héttel ezelőtt megtörtént ez, tehát most már ipari parkunk van. És ezzel párhuzamosan indult, amit ön is említett, a püspöki palota projekt. A sümegi püspöki palota az nyilván azért politikai lobby munkának köszönhetően is, de nagyon előkelő helyre került a palota programban, és így most ott tartunk, hogy Sümegen biztosan meg fog valósulni, hiszen ott vagyunk az első, hát mondhatom, hogy dobogós helyen van a püspöki palota. A megyéből egyetlenként van olyan helyen a palota, ahol biztosan el fognak indulni a munkák jövőre, illetve hát már el is indultak, ahogy említette, a falkutatók, a régészek, a restaurátorok már egy bő hónapja, másfél hónapja dolgoznak a palotában. Ugye ez egy másfél milliárdos projekt. Már februárban tudtuk, hogy ez jól áll, ez így jól alakul. Én személy szerint azóta is nagyon sokat próbáltam tenni az ügy érdekében, hogy ott is maradjunk ezen a dobogós helyen. Ugye a politikában mindig történnek változások. Sági elnök úr, akivel én többször találkoztam még a tél folyamán, június 1-ével elköszönt a Forster Gyula központtól. Most egy másik úriember van a Forster élén június 1-től. Most éppen azon vagyok egyébként, hogy Elsimon László államtitkár úrral és a Forster új vezetőjével egy személyes találkozót összehozzak a közeljövőben, mert egyébként nagyon sok dolgot meg kell beszélni, hiszen alakulnak szakmai téren is a dolgok. Még február táján arról volt szó, hogy mindenképpen az önkormányzat fogja üzemeltetni, és ezért is nagyon jó ki kell találni a funkcióját a palotának, hogy milyen funkciókat töltsük fel, hogy nehogy abban a helyzetbe kerüljön az önkormányzat, hogy egy évi 60-80 millió forintos kiadás mellett, fenntartási költség mellett kevés legyen a bevétele. Most végül is arról is lehet már tárgyalni, hogy esetleg azt mondja a város, hogy köszönjük szépen, de üzemeltesse a Forster a palotát. Persze ettől függetlenül a funkciókat jól ki kell találni, bár ezen már túl vagyunk, hiszen március végén mi leadtuk
a javaslatainkat. Májusban volt is erről egy egyeztetés, végül is kisebb változásokkal, de a mi elképzelésünket viszi tovább a Forster. Ugye a közbeszerzések várhatóan majd ősszel történnek meg, a Forster intézi központilag, és akkor 2016 elején elkezdődhetnek a munkálatok. És ehhez kapcsolódik a várt kettes ütem, amiről megint csak sokat beszéltünk. Ugye itt elég eseménydús tavaszunk volt az időközi választás miatt, és az időközi választással, hát félig meddig összefüggésben, de itt járt Blattfelder Béla államtitkár úr, és aztán utána egy héttel miniszterelnök úr is, Orbán Viktor miniszterelnök úr is, és hát Blattfelder államtitkár úr kifejezetten a Vár 2 projekt miatt jött le, miniszterelnök úr nyilván nem, de a miniszterelnök úrral is nagyon sokat beszélgettünk a Várról és erről a Vár 2-es ütemről is. Hát ez is végül is egy nagyon szép történetté kerekedett, hiszen néhány héttel ezelőtt a kormányülésen elfogadták ezt is, és a sümegi vár újabb fejlesztése az már megint csak biztos, és talán jövőre, de 2017-ben mindenképpen elkezdődnek a munkák a várban. Tehát tulajdonképpen én azt mondom, hogy a turizmus területén nagyon sokat léptünk előre, legalábbis a folyamatok nagyon jól haladnak. Bocsánat, hogy megszakítom, a palotával kapcsolatban annyi, hogy azért lehetett többször hallani, hogy egy rendezvénytermet is szállnak az épület alá, mellé, hogy ez mennyire valós. Ugye ez a bizonyos rendezvényterem, gondolom, hogy arról van most szó, ami a palota mögött, az úgynevezett narancsház területén, illetve narancsház és a palota között épülne meg. Erre vonatkozóan még olyan 15 évvel ezelőtt készültek tervek, a Palácium stúdió készítette ezeket a terveket. Ebben Miklós és Ikes Csaba működött közre még a 2000-es évek elején, és ezek a tervek azóta megvannak. Valóban felmerült ez a rendezvényterem, ez egy gyakorlatilag a földbe süllyesztett, vagy félig a földbe süllyesztett rendezvényterem lenne, de ebben a 1,5 milliárd forintos fejlesztésben ez nem fér bele egész egyszerűen, hiszen ennek a rendezvény csarnoknak az elkészítése az gyakorlatilag ilyen költségű lenne, tehát milliárdos nagyságrend. Tehát ebbe semmiképpen nem fér bele. Viszont arra több lehetőség is van, hogy gyakorlatilag ezen a területen, tehát a palota háta mögött egy szabadtéri színházat hozzunk létre. Erről a Forsterrel is tárgyaltunk. Ez igazából 1,5 milliárd forintba is beleférhet, ebben 1,5 milliárd forintos fejlesztésbe, de egyébként a szeptemberben kiírásra kerülő topos programok között is van olyan, amit fel tudunk erre használni, és ezt mindenképpen meg is fogjuk lépni, hiszen a palota udvarát elég hosszú bajudásolt ez, de úgy döntöttünk, hogy a palota udvarában ne legyen állandó helyszíne rendezvényeknek. Nyilván, hogyha ott állandó színpadot és állandó nézőteret építünk, akkor az udvar más célra használhatatlanná válik, és reményeink szerint ugye másik oldalról pedig nagyon sok rendezvény lesz, gyakorlatilag májustól szeptemberig hetente szeretnénk rendezvényeket a palotában, koncerteket, szabadtéri színházi előadásokat. És hát mobil színpaddal és mobil nézőtérre pedig hatalmas munka. Ezért aztán úgy döntöttünk, és a helyszín is megfelelő, hogy ezen a bizonyos palota mögötti részen építünk egy szabadtéri színházat. Ott is nagyon szép a környezet, ugye nyilván ott van a vár a háttérben. Úgy gondolom, hogy ez egy jó ötlet, és ennek a megvalósítása hát viszonylag kis pénzből, tehát minden esetre ilyen néhányszor 10 millió forintos tételből már megvalósulhat, akár külön is, vagy akár beleférhet, ahogy mondtam,
a püspöki palota másfél milliárdos felújításába is. Említette Orbán Viktor miniszterelnök úr látogatását, amikor itt volt a miniszterelnök úr, úgy fogalmazott, hogy a munkaebéden van önöknek is egy elképzelése, meg van amennyiben a kormány tud segíteni. Ezek százalékos arányban mennyire valósultak meg ugye itt a kormány döntés során? Hát azt tudom mondani, hogy mondjuk eddig 50%-ban, mivel hogy ugye a püspöki palota, ott különösebben nem kellett ezért már lobbizni, viszont a vár kettes ütem az mindenképpen ebbe a körbe tartozik, ebbe az úgynevezett Orbán csomagba ez már belefér, és ugye a főtér projektünk, illetve az ipari park projekt, ezek még úgy vannak, hogy a főtér projektről folynak egyeztetések, de ott úgy tűnik, hogy több milliárdos összeget, meg a mi elképzeléseink szerint a főteret úgy megcsinálni, hogy mondjuk az önkormányzat megvásárol 20-25 kúriát, és azt rendbe teszi, funkcióval látja el. Ez egyrészt anyagilag is hatalmas pénz, másrészt pedig, és ezt én úgy beláttam, meg a képviselőtársaim is belátták az utóbbi hónapokban, hogy talán is túl észszerű. Tehát egy önkormányzatnak nyilván nem lehet az a feladata, hogy birtokoljon gyakorlatilag egy főteret egy városban, már olyan értelemben, hogy a főteret körülvevő épületeket, kúriákat. Itt most dolgozunk egy olyan konstrukció kidolgozásán, hogy a város valamilyen pályázat útján a homlokzatokat rendbe teszi, a már tulajdonában lévő épületeket is teljes egészében rendbe teszi, azokat esetleg funkcióval látjuk el, vagy én még jobban szeretném, hogyha olyan üzemeltetőt találnánk, aki valóban jó tehetségesen és jó ötletekkel működteti azt a helyiséget, azt az épületet, és így reméljük, hogy néhány éven belül a sümegi főtér egy olyan vonzó hely lesz a vállalkozók szempontjából is, hogy látnak benne fantáziát, és akkor beindul ez a dolog. Az ipari parknál pedig ugye ez a topos pályázatokban is szerepelnek ipari park, illetve ipari terület fejlesztésére pályázatok. Ezeken nyilván el fogunk indulni, de ezzel párhuzamosan a kormánytól is újabb segítséget fogunk kérni, tehát erre ráerősítünk, mert ahogy a múlt heti adásban is megfogalmaztam, ezzel kapcsolatban nagyon sok gond és probléma van, hiszen az előző város vezetés eladta az utolsó négyzetméter szabad területet is, és most a mostani városvezetés úgy áll, hogy nincs igazából olyan terület, amit fel tudnánk ajánlani. Tehát nekünk területeket kell venni, közművesíteni kell, feltárultakat létesíteni, és ezek hatalmas összegbe kerülnek. Minden lehetőséget ki fogunk használni, én bízom benne, hogy a kormány valóban segíteni fog ebben, már csak azért is, mert más területeken is látszik, hogy azért sümegnek elég nagy lobby ereje van az utóbbi időben, és például a szociális szövetkezet kapcsán is most teljesen friss elképzelések vannak, tehát a sümegi járásnak fejlődnie kell a munkahely teremtés szempontjából. Tehát az Orbán csomag az most itt tart, de ugye ez egy élő folyamat, tehát ezt nyilván ne úgy képzelje el senki, hogy mi persze megírtuk annak idején ezt a bizonyos csomagot, amiben voltak pontok, de ez egy élő dolog, alakulnak a dolgok, és hál' Isten a miniszterelnök úr is, meg a miniszterelnökség is úgy áll ehhez, hogy mindig fordulhatunk oda újabb ötletekkel, nyilván tárgyalni kell, és nyilván van, amikor engedni kell bizonyos dolgokban, meg kell változtatni az elképzeléseinket.
De én úgy érzem, hogy jól haladunk. Például a tanúszoda program, ugye arról is kell mindenképpen beszélni. A tanúszoda programban még tavaly kiválasztottak 22 olyan járást, ahol fel fog épülni ez a tanúszoda. De hát ugye ott is alakultak a dolgok. Először 148 millió forintos költségvetésű épületről volt szó, most már hál' Isten 300 millió forintos költségvetése van egy ilyen tanúszodának, és valóban sokkal szebbek is ezek a tanúszoda tervek, és nem is annyira egyen tanúszodák ezek, mert többféle verzió is van az országban. Másrészt pedig nem kell hozzá őrész, persze azért nem gondolja senki, hogy az önkormányzatot nem fogja terhelni ezzel kapcsolatban kiadás, hiszen az igaz, hogy magához a projekthez, az építkezéshez nem kell biztosítanunk ezt a 25% önrészt, viszont az utat meg kell építenünk és a parkolót saját költségen, illetve közműveket biztosítani kell. Mondjuk hál' Isten a közművek tekintetében mi azért itt jól állunk, ugye ez a strand területén fog megépülni, és ez is már biztos, ezt nagyon sokan kérdezik tőlem, egyébként nem is nagyon értem, hogy miért, de talán ez izgatja leginkább a sümegi embereket, tehát hogyha az utcán találkozom a sümegi polgárokkal, akkor gyakorlatilag a 70-80%-uk első kérdése az, hogy és akkor a tanúszoda azt tényleg megvesz, és akkor jövőre már üzemel. Valószínűleg azért, mert ezt ajánlotta először a kampányába, és mondta, hogy ősszel már állni fog az úszoda. Ősszel állni fog? Hát 2016 ősszel állni fog, igen. Igen. Hát tulajdonképpen ez nem rajtunk múlott egyébként, hogy 2015. szeptember 1-ével nem indul el az úszoda, hiszen ahogy az előbb mondtam, még novemberben teljesen más volt maga a konstrukció is igazából, és különböző személycserék történtek a Nemzeti Sportközpontnál a télen, új vezetése lett a NSK-nak, és most ez az új vezetés valóban nagyon, nagyon nagy energiákat mozgósít, hogy hát behozza ezt a lemaradást, és ahogy mondtam, ugye 22 járásról volt itt szó, hát most 12 járási központ lesz, ahol 2016. szeptember 1-ig fel fog épülni a tanúszoda, és Sümeg az ott van az első 12-ben, tehát nagyon jó pozíción van. Most a hét elején járt nálam a tervező, az építészmérnök, ővel az utolsó részleteket is most sikerült letisztázni, tehát megvan a pontos helyszín, megvan az, hogy az önkormányzat mit vállal, mit vállalnak ők, hál' Isten az üzemeltetést is, és a napokban várom egyébként a szerződést, azt aláírom, és akkor a közbeszerzést ők indítják valamikor szeptember-október folyamán. Egy kicsit vágnak egyébként ezzel a közbeszerzéssel, mert valószínűleg szeptemberben új KBT-t fog alkotni a parlament, és ezt szeretnék megvárni, de minden esetre a közbeszerzések lezajlanak, akkor ennek a tanúszodának a felépítése, hogyha elindul a következő év elején, akkor ez biztos, hogy állni is fog már augusztusra, augusztusban egy próbaüzem, és akkor szeptember 1-től pedig valóban megnyitja a kapuit a járás gyermekei előtt, meg hát nyilván bárki előtt is azokban az időszakokban, amikor a gyerekek nem foglalják majd le a medencéket. Másik, ami látványos dolog, és jelenlegi testületnek a kezenyomát viseli, ez a Deák Ferenc utcának a leaszfaltozása. Elődei toldozták, hogy sikerült elérni azt, hogy ennek az egész utcát újra tudták húzni? Hát fogalmazhatunk úgy is, hogy nagyon egyszerűen sikerült elérni. Elhatároztuk, hogy megcsináljuk, és nem foglalkozunk azzal, hogy ez 13 millió forintjába kerül a városnak. Ugye az előző városvezetés, persze ez is érthető, hiszen mindig pénzszűkében volt a sümegi önkormányzat, mindig várt valamilyen lehetőségre, pályázatra. Aztán gondolom, hogy ha pályáztak és nem nyertek annyit, akkor morfondíroztak, hogy miből teremtsük elő ezt a pénzt, és akkor így hagyták évekig. Bár ezt most nem akarom
az előző 4 éves ciklusra fogni, mert a Deák Ferenc utca egyébként az egy nagyon régi problémája volt Sümegnek, tehát a Deák Ferenc utca az 6-8 meg 10 évvel ezelőtt is, hát hogyha őszintén akarunk fogalmazni, gyalázatos állapotban volt, hiszen kártyú hátán, és ráadásul ugye az úgynevezett turisztikai tengely része, tehát valóban az idegen forgalom is nagyon nagy azon a területen. Mi egészen egyszerűen úgy döntöttünk, hogy jó, nincs pályázat, de erre ezt a pénzt akkor is ki kell szorítani, mert a város szégyene és a város lakóknak a jó közérzetéhez hozzá tartozik ez. És tulajdonképpen már készen van ugye a Deák Ferenc utca, még ott a plébánia hivatal körül kisebb munkák folynak még a héten is az árkoknál, de pénteken 11 órakor, most 17-én átadjuk ezt a útszakaszt, és még egy átadásra sor fog kerülni a közeljövőben, a kistelepi játszótér. Ott egy nagy probléma volt, hogy nincs kerítés ennek a játszótérnek, és nagyon balesetveszélyes sajnos. Amúgy is vannak olyan emberek, akik ott egyáltalán nem 50-nel meg 30-al közlekednek. Meg hát különben is a kisgyerekek kifuthatnak a játszótérről az úttestre. Ezt mindenképpen meg kellett oldani. És egyébként demonstrálva azt is, hogy valóban a mostani városvezetésnek milyen jó a kapcsolata nem csak úgy általában a várossal, hanem ezen belül a vállalkozói réteggel is. Dörnyei László, a Boldogfa ügyvezetője ajánlotta fel, hogy ezt a kerítést elkészíti és fel is állítja. Tehát ő működött így közre, és ő működött együtt az önkormányzattal. Néhány napon belül készen lesz ez, és úgy tervezzük, hogy még július folyamán felállítjuk, és át is adjuk ezt is. Ezek apró dolgok, de én úgy érzem, hogy a városlakók jó közérzete szempontjából tényleg fontosak ezek a dolgok is. De még egy kicsit visszatérve a nagyobb dolgokhoz, a riport előtt én úgy gondolkodtam, hogy tényleg ketté választva, hogy turizmus és munkahelyteremtés, talán melyek azok az ügyek, amikről eddig nem esett olyan nagy hangsúlya szó. Ugye a turizmusnál mindenképpen a Magyaros Domb kérdését azt én megemlíteném. A Magyaros Dombot május 1-től a város bérli, folyamatban van vagy a vagyonkezelői, vagy a tulajdonjog megszerzése a Magyaros Domb tekintetében. És igaz, hogy most ez az első néhány hónap nyilván, hogy még nincs bejáratva a hely, meg az üzemeltetésben is sok olyan probléma adódik, amit meg kell oldani, de már most egy jelentős bevételt termelt ebben a nagyjából másfél-két hónapban. És én nagyon bízom benne, hogy jövőre már nem is az önkormányzatnak kell ezzel foglalkozni, hogyha a tulajdonviszonyok rendeződnek, akkor tudunk találni egy olyan bérlőt, aki befektetett és költ rá, és úgy tudja vinni azt a kempinget, hogy valóban Sümegnek egy frekventált helye lesz, meg rendezvények szempontjából is. A munkahely teremtés kapcsán pedig két dolgot szeretnék itt elmondani. A volt kistelepi óvoda, ott működik egy cég, amelyik csökkent munkaképességű embereket foglalkoztat. Én ezt is nagyon jelentősnek érzem egyébként, ott dolgozik most már 30 ember körülbelül, ezeknek a nagy része sümegi, és igaz, hogy ez egy bizonyos értelemben speciális munkahely, de hát nyilván, hogy pontosan ez az a kör talán, amelyik nehezen tud gondoskodni magáról, és én nagyon örülök neki, hogy ez a cég itt elindította ezt a tevékenységet, és nagyon jól tudom, mert személyes
ismerőseim is dolgoznak ott, hogy valóban örülnek neki az emberek, hogy egy ilyen lehetőséghez jutottak. A másik pedig ez a habüveggyártó cég, amiről már néhányszor beszéltünk, itt is történt előrelépés, a cég most már telephelyet vett Sümegen, tehát ki merem jelenteni, hogy igen, ez a habüveggyártó cég, ez itt meg fogja kezdeni a tevékenységét, nagy valószínűséggel már jövőre elkezdődik az építkezés, és most már az új elképzelések szerint arról van szó egyébként, hogy nem csak ezt a bizonyos granulátumot fogják itt gyártani Sümegen, hanem paneleket is, tehát amit falra fel lehet ragasztani, gyakorlatilag kész terméket, ezt a hőszigetelő anyagot itt fogják gyártani. Ugye ez nagyjából 40 embernek fog munkát adni. És hát ahogy mondtam, én nagyon remélem, hogy sikerül területeket venni, és az ipari parkot tényleg úgy fejleszteni, hogy az egyébként most egészen megélénkülő érdeklődést ki tudjuk elégíteni, tehát Sümegre most valóban jönni szeretnének cégek, tehát meg kell teremteni a feltételeit ennek. Ami nehézséget okozott eddig, az a házi orvos és a fogorvosi ellátás. A múlt héten már beszámolt arról, hogy talán lesz egy fogorvos, aki eljön Sümegre. El fog eljönni, és mi van a házi orvosi ellátással? Igen, valóban, tehát beszéljünk a problémákról is. Még tavaly, október végén tulajdonképpen az egyik legnagyobb probléma, amivel szembesültem, az is az egészségügy területéről jelentkezett, ugye a járóbeteg ellátásban, a járóbeteg ellátó központnál személycserét kellett egyrészt végrehajtani, másrészt ugye volt ott ez a jól ismert pályázati ügy, egy gyakorlatilag bukás szélén álló pályázat, és sajnos a szakorvosok egy része hónapok óta nem kapott már fizetést. Tehát ez volt egy olyan hirtelen probléma, amit meg kellett oldani. Hál' Isten sikerült megoldani, ott a nyugvópontra jutottak a dolgok. De valóban én úgy látom, hogy a következő néhány évnek a problémái azok döntően az egészségügy területén fognak jelentkezni. Ez egyébként nem sümegi jelenség, én úgy gondolom, hogy ez országos jelenség, sajnos egyre kevesebb az orvos, főleg egy vidéki kisvárosba hát nem túl szívesen költöznek le a fiatal orvosok, tehát nagyon nehéz megfelelő szakembereket szerezni sajnos. És így van, a fogorvosi ellátás ban jelentkeztek ugye problémák, de erről nagyon sokat beszéltünk. Én azért elmondom, és örömmel teszem, hogy valóban úgy néz ki, hogy egy-két hónapon belül megoldódik a fogorvosi ellátás problémája. Két vasat is a tűzben tartok, mondhatjuk így. Egy budapesti orvossal tárgyaltam, aki hát augusztus elejére ígérte, hogy választott, hogy jön-e vagy nem Sümegre. Őt egyébként érdekelné egy sümegi praxis, és a legfrissebb hír az, hogy egy fiatal doktornő is érdeklődik. A sümegi, az még nem biztos, hogy a praxis iránt is, de a helyettesítési időszak iránt igen, mindenképpen. Ővele nagy valószínűséggel még a héten, tehát néhány napon belül fogok találkozni. Tehát most én kimerem jelenteni, hogy legkésőbb szeptember elején ez a probléma megoldódik. Viszont azt is pontosan az elmúlt néhány hónap bizonyította be nekem, hogy ezzel már előre gondolkodva kell foglalkozni ezekkel az ügyekkel. Tehát most a házi orvosokról beszélek, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy sajnos néhány éven belül előállhat az a helyzet, akár egy-két éven belül is, hogy Sümegen bizony házi orvos is kell új, mondjuk egy, vagy lehet, hogy kettő is. És hát most az eddigi tapasztalatainkból kiindulva ez nem lesz túl egyszerű feladat, tehát ezen el kell kezdeni dolgozni nekem személy szerint is, meg az egész testületnek is.
hogyha bekövetkezik az, hogy valaki azt mondja, hogy befejezi a tevékenységét, ne érjen bennünket felkészületlenül. Tényleg csak egy-két mondatba. Ugye ezeket a terveket, amikről most beszélt, ezeket felvázolta már a választásnál, hogy ezeket szeretné megvalósítani. Mi az, amelyik a következő fél évre vár önre, vagy szeretné megvalósítani? A következő fél év az megint csak nagyon fontos lesz, hiszen 2015-ös év eleje tavasszal az úgy telt el, nem csak itt Sümegen, hanem az egész országban, hogy mindenki várta, hogy mikor jönnek végre azok a projektek, azok a pályázatok, amiken aztán lehet indulni. Tehát mondhatom azt, hogy mindenki ugrásra készen vár. Most már biztos, hogy itt augusztus vége felé szeptemberben nagy dömping lesz ezekből a pályázatokból. Tehát most nem csak a topos pályázatokról beszélek, hanem a különböző más, tehát kehop-ginop pályázatokról is. A következő fél év feladata, nekem személy szerint a legfontosabb feladata az az, hogy nyilván a jegyző asszonnyal együtt a hivatalt átszervezni. Én nagyon szeretném, és meg is fogom valósítani, hogy a pályázati munkára nagyobb hangsúlyt tudjunk fektetni, és ennek nyilván meg kell teremteni a személyi és anyagi feltételeit, illetve magát ezt a keretet is, amiben ez megtörténhet. És a pályázati munkát úgy felpörgetni, hogy valóban Sümeg, az, ha fogalmazhatok így, de mindenhol nyerjen, mindenhol túlnyerjen magát akár, mert nagyon fontos lesz ez az ősz, hiszen a topos pályázatoknál a főtér, az ipari park nagyon-nagyon nagy feladataink vannak, és jó lenne, hogyha ezeket a pályázatokat már most, tehát idén eljutnánk oda, hogy biztosan megnyertük, és jövőre rendelkezésre fognak állni ezek a pénzek. Egyébként itt a képviselőtársaimnak én már télen is néhányszor elmondtam, megfogalmaztam, hogy nyilván amiket mi a programban leírtunk, az persze 5 évre szólt, ugye 5 éves ciklusok vannak, és bizonyos szempontból hál' Isten, tehát én örülök ennek, hogy a mostani testületben, a testület nagy része, az tényleg úgy áll a dologhoz, hogy menjünk előre, hajtsuk, csináljuk. Tehát van lendület, van energia, de nyilván fél év alatt nem lehet megvalósítani egy 5 éves programot, és azért a költségvetés egyensúlyára is vigyázni kell, tehát azért nagyon sok mindenbe egyszerre nem szabad belekapni. Én azt mondom, hogy amire jutottunk most az első fél évben gyakorlatilag, azzal abszolút meg lehetünk elégedve. Egyébként nyilván messziről jobban látszanak ezek a dolgok, és én nagyon sok olyan emberrel találkozok, tapolcaiakkal, de távolabbról is, akik gyakorlatilag azt mondhatom, hogy irigykednek Sümegre, és ez nekem nagyon jól esik különben. Most ugye a legújabb ilyen hír, de arról azért nem is beszéltem bővebben, hiszen a múlt adásban erről nagyon sok szó esett, ez a főiskola, meg a szeptemberben már induló kétfél éves másoddiplomás médiaképzés. Most például vasárnap, a legutóbbi vasárnap itt volt a 10-es misén a felső templomban Eperjes Károly színművész úr, akit én elég régóta, több mint 10 éve személyesen jól ismerek, és oda jött hozzám, beszélgettünk, például őt is nagyon érdekli ez a főiskola, és velem is, meg Kertész Bakos úrral is beszélt már erről, majdnem biztos, hogy ő is például jön ide tanítani a sümegi főiskolára. Én úgy érzem, hogy tényleg valamilyen szempontból Sümeg most a figyelem középpontjába került. Én ezt a figyelmet mindenképpen fenn szeretném tartani, és fenn is fogom. És persze ez nagyon sok munkával jár, meg hát nyilván kiadással is, hiszen ennek egy része, ennek a tevékenységnek marketing, meg reklám. De hát erre költeni kell. Én ezt azt mondtam 8 évvel ezelőtt is, hogy Sümeg ez egy varázslatos hely, és tényleg a
Pannon tájnak a szíve, hogy Hambas Béla fogalmazta meg annak idején, és méltó helyre kell, hogy kerüljön a magyar városok rangsorában, a magyar városok között. Ezért nagyon sokat kell tenni, de én azt gondolom, hogy az első lépés valóban az, hogy emberek tömegei jöjjenek ide, ismerjék meg a tévéből is, a különböző híradásokból, reklámokból is, legyen egy olyan pozitív, jó híre, imázsa Sümegnek, amire mindenki felkapja a fejét, és most igazából arról is még talán pár szót kéne szólni, hogy ugye rendezvények, azt mondtuk, hogy legyen sok rendezvény, hát ezen a téren is azért történt előrelépés, és a következő hétvégén, mármint július 24-25-26-án, ugye sor kerül a Jakab napokra, ami hát nagyon régen volt, vagy talán a 10 éves történetében egyszer volt 3 napos, ha jól emlékszem. Most újra 3 napos lesz, és mind a 3 nap igen jó programokkal van feltöltve. Ezt is igyekszünk úgy promotálni, hogy az egész ország tudjon erről a rendezvényről, és én arra biztatnék minden Sümegit is, meg mindenkit az országban, aki teheti, hogy jöjjön le Sümegre arra 3 napra, mert tényleg a vadászat, a kutyák, agárverseny, borkóstoló, tehát a gasztronómia, de a művészetek is nagyon nagy hangsúlyt fognak kapni, és természetesen a zene, Gimes koncert lesz. Tehát én azt mondom, hogy valóban fantasztikus programok lesznek, ahol mindenki el tud szórakozni, és így tud tölteni 3 napot, és egyébként ezt a rendezvényt szeretnénk kihasználni arra, mint egy első lépcsőként, hogy a kisfaludi kultuszt újra feléleszük Sümegen. Erre nagyon nagy szükség van, és Kisfaludi Sándorról is igen érdekes dolgokat tudhatnak meg az érdeklődők. Krasznovszki Mihály előadásában, illetve másoktól. Úgyhogy én arra biztatnék még egyszer mindenkit így a végén, hogy találkozzunk július végén a Jakab napokon a Palota környékén és a Bálvárosban. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! A Deák Jenő Kórház egy 7 kórházat magába foglaló konzorcium tagjaként nyert támogatást a KDOP 521 projekt keretében. Konzorciumi szinten a projekt fő célja, hogy a régióban a különböző konzorciumi tagok által fejlesztési területként megjelölt rehabilitációs szakterületeken csökkenjenek a földrajzi különbségek. Emellett kiemelt cél a tagok megjelölt területre korlátozott személyi feltételeinek javítása, valamint infrastruktúrális fejlesztése. A Tapolcai Deák Jenő Kórház tekintetében ez a légzés rehabilitációs ellátás fejlesztését, a szolgáltatások tekintetében pedig ambuláns kardiológiai rehabilitációs szakrendeléssel való bővülést jelent. A projekt összköltsége 761.169.149 forint, amiből a pályázati forrás 683.352.431 forint, az önkormányzati forrás pedig 77.816.718 forint. Az ünnepség kezdetén a kivitelező Vemévszer építő és szerelőipari Kft. Képviseletében Szűcs István ügyvezető jelentette Lang Zsuzsanna főigazgatóasszonynak a projekt elkészültét, és nyújtotta át az épület kulcsát. Egy kivitelező cég életében, amíg a projekt megvalósul, nagyon sok jeles esemény van, de a legfontosabb úgy gondolom mindig a szerződéskötés, majd az alapkövetétel, a bokréta ünnep, és ugye nem utolsó sorban, hanem a legfontosabb az átadás-átvétel. Emellett az átadás átvétele fontossága mellett mindig nagyon fontos az is, hogy milyen létesítmény készül el, hány embernek a javát szolgálja, hányan fogják használni, milyen célból fogjuk használni. És én úgy gondolom, hogy a sok momentum mellett, ami egy projekt történetében megvalósul, nem utolsó szempont sohasem az, hogy milyen projektet adunk át. Hisz mi is a régióban, a környéken élünk, és azt hiszem, hogy a leginkább, ha tetszik, hanem a leginkább igénybe vett intézmények közé tartozik egy kórház. Főleg egy olyan intézmény, ami,
ami az emberek gyógyulását, és nem az egyéb sürgős eseteket kezeli. És egy ilyen intézmény az mindig fontos a mi dolgozóink számára is. Én úgy gondolom, hogy egy kórház esetében, amit valószínűleg, hogy a mi kollégáink is, ha tetszik, hanem valamikor igényben fognak venni. Ez egy nagyon fontos momentum, és talán másképp is marad meg az emlékezetünkben egy ilyen beruházás. Hát én kívánom, hogy ebben az épületben nagyon sokan gyógyuljanak, és nagyon sokan kezeltessék magukat. Itt ebben az épületben azt hiszem, hogy erre minden lehetőség megvan, hogy megtetszenek látni a projekt megtekintése során, és ami még egy nagy előnye az épületnek, hogy van még előrelépés, hisz a tetőtérben még mindig bővülhet az intézmény. Hát köszönöm a lehetőséget, hogy mi lehettünk ennek a beruházásnak a kivitelezői, és sok gyógyult embert kívánok az intézménynek. És ezen Dr. Lang Zsuzsanna köszöntötte intézménye nevében a megjelenteket, ismertetve a projekt jelentőségét. Tisztelt vendégek, munkatársak és kollégák! Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket ezen az ünnepi napon, amikor is kórházunk életében jelentős esemény fog bekövetkezni, hiszen egy új és korszerű épület átadására készülünk. Az épület alapkövét 2014. augusztusában helyeztük el, és a kivitelezési munkák is ekkor kezdődtek. Az avatandó 2000 négyzetméter nagyságú akadálymentesített épületben elsősorban rehabilitációs szolgáltatásokat fogunk biztosítani. A tüdőgyógyászati rehabilitációs osztály betegei ez idáig régi, elavult és korszerűtlen épületekben voltak elhelyezve, megnehezítve ezáltal az osztály munkáját. Az elbontott épületek helyére került az új épület, melynek emeletén 51 ágyas rehabilitációs osztály fog működni. Az itt kialakított két, illetve három ágyas, klimatizált, zuhanyzó szobákban reméljük egyre több légzőszervi beteg fog gyógyulni. Az épület földszintjére az osztály rendjéhez szorosan kapcsolódó nappali ellátásra alkalmas kezelő és tüdőgyógyászati szakrendelések kerülnek, ahol részben a felnőtteket, részben pedig a leggyakoribb krónikus légzőszervi betegségben szenvedő gyermekeket tudjuk kezelni és ellenőrzésüket végezni. Ezek a szolgáltatások a tapolcai, sümegi és környéki településekről érkező betegeket fogják szolgálni. A felépült 130 négyzetméteres tornateremben gyógytornászok irányításával komplex tornaprogramban részesülhetnek azok, akik rehabilitációra szorulnak. A gyógyszeres kezelés az említett gyógy- és légzőtorna mellett a gyógybarlang klimatikus hatása is segíti a betegek gyógyulását. Megújult a diagnosztikai és terápiás eszközparkunk is. Pletizmográffal és ergospirométerrel a legkorszerűbb módon tudjuk meghatározni a betegek légzésfunkciós paramétereit, megállapítani terhelhetőségüket és felmérni kezelésük javulását, állapotuk változásának alakulását. Tréningkerékpárokkal edzettségükön tudunk javítani. Szakdolgozóink közül 5 fő az elmúlt évben légzőszervi szakápoló képesítést is szerzett. A megvalósult infrastruktúrális fejlesztésnek, illetve a humán erőforrás területén történő szakmai továbbképzésnek megfelelően a légzésrehabilitációs ellátás magasabb szakmai finanszírozású csoportba kerül, jelentősen javul ezáltal a részlegköltség hatékonysága. A rövidesen elinduló ambuláns kardiológia rehabilitációs ellátással bővül az intézet szakmai profilja. Heti 3 órában tudjuk fogadni a rehabilitációs ellátásra szoruló szív- és érbetegeket, állapotfelmérés után kardiológiai fitnessgépekkel edzettségükön tudunk javítani. A pályázati fejlesztésnek köszönhetően célcsoport a tapolca sümeg térség, kardiovaszkuláris betegségen átesettek csoportja, akik ellátása ezáltal lakóhelyükhöz közel történik majd, csökken a várakozási idő, és az utazási költségek is a várhatóan magasabb szakmai ellátási színvonallal. Az új épület átadásával, az említett rehabilitáció szolgáltatásokkal, azok bővülésével, korszerű diagnosztikai és terápiás eszközparkkal, képzett humán erőforrásgárdával,
az érintett betegek számára komplex rehabilitáció szolgáltatási hozzáférést, gyógyulásukhoz pedig optimális feltételeket tudunk biztosítani, valamint dolgozóink munkakörülménye is javulnak. Ahhoz, hogy ez a fejlesztés a 100 éves kórházunkban megvalósuljon, köszönettel tartozunk elhunyt országgyűlési képviselőnknek, Lasztovice Jenőnek, akinek segítsége nélkül nem állt volna rendelkezésünkre ez az összeg. Köszönettel tartozunk a fenntartónknak, aki hozzájárulását adta a projektekhez, és szakmailag támogatta kórházunkat. Köszönet a város vezetésének és a jelenlegi önkormányzati képviselőtestületnek azért, hogy a pályázati forráshoz az őrészt biztosították. Köszönet azoknak a cégeknek, intézményeknek és hatóságoknak, és azok vezetőinek, akik nélkül ez a pályázat nem valósulhatott volna meg, a tervezőknek, a közbeszerzőknek, a kivitelezőnek, a műszaki ellenőröknek, az építésügyi hatóságoknak, az engedélyeztető szerveknek, a beszállítóknak, és mindazoknak, akik ehhez a folyamathoz hozzájárultak. Köszönetet szeretnék mondani a betegeknek, akiket ebben az átmeneti és nem mindig zökkenőmentes időszakban elláttunk, és végig türelemmel viselték el a kellemetlenségeket. Valamint köszönetemet fejezem ki a kórház összes dolgozójának, akik ha kellett költöztettek, ha kellett takarítottak, mindezt tették azért, hogy a betegellátás mindvégig biztosított legyen. Dr. Csányi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztérium népegészségügyi osztályának főosztályvezetője azt hangsúlyozta, hogy a beruházás összhangban van a kormány egészségfejlesztési elképzeléseivel. Nagy örömmel érkeztem ide felettesem dr. Zombor Gábor államtitkár úr megbízásából, akinek üzenetét és jó kívánságait ezúton szeretném önöknek átadni az egészségügyért felelős államtitkárság nevében. Több szempontból is nagy dolog ennek a létesítménynek az átadása, amelynek szakmai profilját főigazgató asszony precízen összefoglalta. A helyi jelentőségen túl szeretném még egy gondolat erejéig kiemelni, hogy a kormány által jóváhagyott egészséges Magyarország stratégiába is ez a fejlesztés kiválóan illeszkedik, hiszen az a szemlélet, ami az egészségfejlesztést, a korai felismerést, szűrést, diagnózist és rehabilitációt egy egységes folyamatnak tekinti. Nos, ebben a folyamatban a rehabilitáció és gondozás erősítése az egy nagyon fontos láncszem. A másik dolog, amit ki szeretnék emelni, hogy az Egészséges Magyarország stratégia 5 népegészségügyi prioritásai között szerepelnek a krónikus légzőszervi betegségek, illetve a keringési betegségek, mellettük egyéb nagy problémakört jelentő megbetegedések, illetve a lelki egészség és a környezet egészségügy mellett. Tehát az 5 prioritás közül 2-nél nagy előrelépés történik a városban. Természetesen az országos stratégiába, a nemzeti célokhoz történő illeszkedés mellett, ami igazán fontos, az a helyi közösség jobb gondozása, ami mind a látható infrastruktúra fejlesztésben, mind a hallott humán erőforrás fejlesztés, továbbképzés segítségével magasabb színvonalon meg tud valósulni. Öröm volt hallani azt az integratív szemléletet is, ami egyszerre kívánta fejleszteni a krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, illetve a kardiológiai betegek rehabilitációját. Ez a két terület szorosan összetartozik az egészségfejlesztésnél, prevenciónál épp úgy, mint a rehabilitáció szakmai területén. A KDOP 521-es pályázat keretében tehát mintegy 760 millió forint beruházással valósult meg ez a nagyon ígéretes intézmény, ahogy hallottuk, 51 ágyal, illetve a tervek szerint kardiológiai ambuláns rehabilitációs funkcióval is kiegészítve. Ezek eredményeként őszintén kívánom főigazgató asszony szavaihoz csatlakozva, hogy mind a krónikus légzőszervi betegek, mind a keringési betegek tartós gondozása, és ami nagyon fontos, minél teljesebb emberi élethez történő visszavezetése, amint a rehabilitáción értünk, minél nagyobb arányban meg tudjon valósulni.
és ennek az országosan is modellértékű, hát létesítménynek a sikeres, eredményes fenntartása, az a tisztelt kollégáknak is sok sikert, jó egészséget kívánok, és maguknak, a betegeknek, akik remélhetően minél nagyobb arányban gyógyulnak, és teljes életükhöz vissza tudnak térni. Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke méltatta a projektet, megemlítve a korábbi önkormányzat és Lasztovice Jenő korábbi országgyűlési képviselő érdemeit, és vázolva a jövő elképzeléseit az újabb beruházást illetően. Veszprém megyei közgyűlés nevében a tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. A megye számára nagyon fontos minden fejlesztés, minden beruházás, különösen akkor, hogyha ez a jövőbe mutató fejlesztés. Számomra különösen nagy értékű egy oktatási beruházás, illetve egy egészségügyi beruházás, és nagyon örülök annak, hogy ma itt lehetünk, és egy 2,3 milliárdos fejlesztés első ütemének átadásán vehetünk ma részt. Első ütemről beszélünk, hiszen egy tüdőgyógyászati és kardiológiai rehabilitációs osztály átadása történik meg, de új modern épületek és új modern berendezések, eszközök is a pályázat részét képezi. És talán most már sokan elhiszik itt Tapolcán és Tapolcán környékén is, hogy ez a fejlesztés ez megvalósul. És az első ütemnek lesz majd második üteme, és a második ütemként is megvalósulhat egy egynapos sebészet, megvalósulhat nappali belgyógyászati ellátás 12 ágyjal, egy háromállásos mentőállomás, kislabor és egy fizikoterápiás medence is, ami remélhetőleg szeptemberbe kerül majd átadásra. De beszélhetünk későbbiek során majd arról is, hogy milyen új funkciókkal lehet megtölteni ezt a kórházat, hiszen mindez majd a megyei egyeztetésnek lesz a része. Minden esetre a Tapolcai Kórház készen áll arra, mind infrastruktúrában, mind szakmai gárdában arra, hogy ezt a bővítést befogadja. De tekintsünk egy kicsit vissza a múltra, hogy hogyan is jutottunk el a mai napig, és egy történelem tanár itt tud igazán kapcsolódni a múlttal a jelenhez. 2006. novemberében az akkori önkormányzat vezetése adta át a Medisys Kft.-nek a Tapolcai Kórházat. A Kft. 3 évig működtette, majd 2009-ben bejelentette, hogy nem tudja tovább működtetni az intézményt, létszámleépítésre kényszerül, illetve a kórház bezárására is kényszerülhet. Ekkor az akkori városvezetés Császár László polgármester úr vezetésével úgy döntött, hogy visszaveszi önkormányzati fenntartásba az intézményt, és ezáltal megmentette az intézményt a jövő számára. 2012-ben került állami fenntartás alá a kórház, és 2013-ban döntöttek arról, hogy ez a fejlesztés új funkció kiegészítésével megvalósul. Hiszen attól, hogy egy önkormányzat működteti a Kft. Után az intézményt, attól nem lesz ez még gazdaságos. Meg kellett találni az új funkciókat, és én gratulálok a város akkori vezetésének, és gratulálok a kórháznak is ahhoz, hogy ezeket az új funkciókat megtalálta. Én azt gondolom, hogy mindenki elhiszi most már, hogy ez a kórház egy 21. századi kórház lesz, hogy szolgálja majd a Tapolcán élők, a járásban élők, Veszprém megye és a Balaton felvidéken nyaralók egészségét. Én köszönöm a kormánynak, hogy megmentette ezt az intézményt, köszönöm, hogy új struktúrával egészítette ki, és köszönöm azt is, hogy teljesen átgondolta az egészségügyi ellátás finanszírozását, és ennek az új átgondolásnak az lett az eredménye, hogy Veszprém megye új és lehetőségekkel gazdagodott, új funkciókkal gazdagodott, és meglettek a gazdaságos működés feltétele is, és ennek az átalakításnak Veszprém megye egyértelműen nyertese lett, hiszen a kórház adósságát, és nem csak ennek, hanem valamennyi kórház adósságát mindemellett tavasszal a kormány még át is vállalta. Ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy gazdaságosan is működjön a kórház. Én kívánom, hogy ez így legyen, kívánom, hogy szolgálja a kórház a Tapolcán élők, a járásban élők és a Balaton felvidéken nyaralók gyógyítását és gyógyulását. Rigg Lajos országgyűlési képviselő üdvözölte a megvalósult beruházást, hangsúlyozva, hogy ez a kórház egyik lába, a másik lába az aktív ellátás kell, hogy legyen. Történelmi visszatekintéshez hozzátartozik az is, hogy Tapolca kórháza rendelkezik egy óriási adottsággal, ez a gyógybarlang része, és sose voltunk ellenére annak, hogy ez a rész ez megújuljon, fejlődjön, beruházás megvalósuljon itt. Úgy gondolom, hogy ez egy 21. századi épület, ahol most vagyunk, ahol most állunk, amelynek a megnyitóján most vagyunk.
ez a 21. századi épület szolgálja majd azoknak a betegeknek a gyógyulását, akik ebbe az intézménybe jönnek. Hiszen, mint mondtam, óriási adottság van ennek a kórháznak, ugyanúgy adottsága, mint 2012-ben az aktív fekvőbeteg ellátás. Alelnök úr elmondta itt beszédében, hogy szoros része a két projekt egymásnak, hiszen egy ugyanazon intézmény területén valósul meg ez a két projekt. Úgy gondolom, hogy a Tapolcán élő és a környéken élő betegek gyógyulása akkor a legbiztonságosabb, ha azok a funkciók, amelyek megvoltak a kórházba, azok visszakerülnek valamilyen szinten, elsősorban ide a tapolcai kórházba. A tüdőrehabilitáció a gyógyítás egyik lába. Az aktív fekvőbeteg ellátás a gyógyulásnak egy másik lába. Hogyha több lábon áll egy kórház, akkor mind a finanszírozása, mind a betegellátás minősége és a gyógyulásnak a gyorsasága is egy olyan utat mutathat Tapolcának, amely a megyébe kiemelkedő. Sajnos most polgármester úr nem tud részt venni a megnyitón, én az ő gondolatait is szeretném tolmácsolni, amely hasonlóak az enyémhez, hasonlóak az önökéhez, hiszen tapolcaiak vagyunk, Tapolcán élünk, itt születtünk, itt dolgozunk, és itt is szeretnénk meghalni. Azt szeretnénk, hogyha ez a kórház nem csak egy részről a miénk lenne, hanem a Tapolca környékieké lenne, visszakapná ugyanazokat a funkcióit, ami eddig volt. Én ezért bíztam abba, ami államtitkár úrtól többször elhangzott, akár az alapkőletételen, akár idén márciusban is, hogy azok a funkciók, amelyek elkerültek innen, az építkezés, a beruházás befejezésével visszakerülhetnek szépen, fokozatosan. Ne legyünk önteltek, nem lehet egyszerre, de egy szép, fokozatos, kiegyensúlyozott munkával el lehet érni azt, hogy ez a kórház ismét visszanyerje, ismétlem azokat a funkcióit, amit elvesztett. A tüdőrehabilitáció épülete és maga ez az egész fejlesztés, ez már régebben is elképzelés volt. Horváth főorvos ezt már egyszer megálmodta, sajnos az ő álma nem valósult meg, de az ő munkája ezáltal nem hiába való. Az ő álma most megvalósult, és még egyszer mondom, egy 21. századi épületbe, 21. századi technikával gyógyulhatnak a légúti megbetegedésbe szenvedők. Én úgy gondolom, hogy elsősorban ez egy nagyon nagy lépés, egy nagy előrelépés, és a gondolatomat azzal szeretném befejezni, hogy az itt dolgozóknak először is megköszönném azt az áldozatos, tényleg áldozatos munkáját, amit igazgatóasszony is említett beszédébe. Az átalakítás alatt zökkenőmentes volt maga a betegellátás, a gyógyítás, és a betegek mindebből semmit nem vettek észre. Sin József gazdasági igazgató ismertette a projektet, és adott át emléklapokat a projekt partnereinek. Én egy kicsit vissza szeretnék kanyarodni az időben, mégpedig ahhoz az időponthoz kapcsolódva, amit már előttem is említettek, hogy volt egy olyan időszak, amikor ennek a kórháznak a létjogosultságát megkérdőjelezték, elsősorban profit szemlélete, ha úgy tetszik, és az önkormányzat úgy döntött, hogy ezt felülbírálja. Akkor dr. Flórián Csaba volt a kórháznak az igazgatója, és ezt az időszakot az önkormányzat segítségével, támogatásával átmenedzselték. De én itt nem állok meg. Flórián igazgató úr az addigi tapasztalatai alapján összefoglalta azt a stratégiát, amit úgy ítélt meg, hogy ennek a kórháznak ez lesz a jövője, és biztosítékot látott ennek révén, ha az megvalósul, hogy az itt dolgozók hosszú távon biztosítva láthatják a munkahelyeket, és olyan egészségi szolgáltatással kapcsolatos szükségleteket lehet kielégíteni, ami a kor követelményeivel összhangban van. Ez a stratégia, ez 2010 őszén fogalmazódott meg. Egyeztetve lett az akkori önkormányzati testülettel, úgymond, ha úgy tetszik, rábólintottak erre, és ez egy olyan kiinduló pont volt, és egy olyan szerencsés, ha úgy tetszik, megfogalmazás, hogy ez rögtön kapcsolódott annak az egészségügyi kormányzatnak a koncepciójához, pályázatához, ami pályázatkiírás meg is történt.
és akkor volt már mihez kötni mindezeket, és ez a pályázati kiírás, ez bennünket rendkívül módon segített. Persze óriási feladatot jelentett a pályázat kiírás után a pályázat előkészítése, ahogy itt már elhangzott, nem egyedül kellett, konzorciumba kellett mindezeket megvalósítanunk, de itt a térség, ha úgy tetszik, közép-dunántúli térség, három megye úgy fogott össze ebbe a projektbe, ami azt hiszem példamutató. Szeretnék megemlékezni ebből az alkalommal az akkor az egészségi kormányzatban ezért felelősökről is. Dr. Cserháti Péter, aki akkor helyettes államtitkár volt, ma miniszteri biztosként továbbra is felügyeli ezt a területet. Imre László, az akkori Gyemszi főigazgató helyettese, vagy Varga Gábor úr, aki most is a területnek az igazgatója. Ők voltak azok, akik itt velünk egyeztették mindezeket az előkészületeket, rendkívül módon segítettek és biztattak bennünket, hogy induljunk el ezen az úton. Említésre került természetesen, nem kerülhetjük meg Lasztovica képviselő úrnak, elnök úrnak, az, aki sajnos most nincs már közöttünk, az óriási segítségét, biztatását, hiszen ő nem csak ennek a megyének, vagy Tapolcának, bár Tapolcának kiemelkedően, de a térség ez irányi fejlesztését is szívügyének tekintette. Kérem szépen, gondolják bele, most 2015-öt írunk, 2011 májusában adtuk be a pályázatot. Ebben a pályázati beadásba nagy szerepet játszott az MSB fejlesztési ZRT, akiknek a képviselői közül itt vannak, nem látom most őket, de szeretném őket felkérni, hogy szíveskedjenek, Pap Zsófi, légy szíves, azt az emléklapot átvenni, ami ezt a segítséget próbálja egy kicsit, ha úgy tetszik, visszatükrözni. Köszönöm. A pályázatírás után, sok-sok szurkolás után következett be az, 2013-ban, amikor is a támogatási szerződést, 2013. februárban a támogatási szerződést aláírhattuk. Ebben az előbb említett cégek, szervezetek, emberek rendkívül erőfeszítése volt, és ezt, ahogy már elhangzott, ezért csak köszönet érte, és ebben a munkában nélkülözhetetlen volt a közbeszerzés, mint ahogy a jogszabályok is előírják, és a közbeszerzésben nagyban volt segítségünkre a Medlines, akinek képviseletébe Keresztes Piszta szeretném, ha átvennéd azt az emléklapot, amiben megköszönnénk a részvételetek ebben a munkában. Nem pörögtek nagyon az események, még mindig 2013-at írunk, amikor is természetesen az engedélyezési terven túl a kiviteli tervek elkészítésének aláírására is sor került, és az előbb említett közbeszerzéseken keresztül 2013. június 25-én Zalár képviseletében kérem a Cigány István ügyvezető urat, hogy legyen szíves, vegye át ezt az emléklapot, és köszönjük a segítséget, a tervezést, hiszen most már megvalósult mindaz, amit itt önök is láthatnak. Kérem szépen, a tervezés nem nélkülözheti a műszaki ellenőrzést, ugyanakkor aláírtuk az Atrox mérnöki irodával az erre vonatkozó szerződést is, és megkérem Vizi Csabát a cég képviseletében, legyen szíves, ezt az emléklapot vegye át, és köszönet ezért a munkáért, amit akkor kezdtünk együtt, és hát remélem folytatjuk a továbbiakban is. Kérem szépen,
Természetesen mindezek megvannak most már csak, ahogy elhangzott, és aminek tanulja lehettek, el kellett készíteni ezt a gyönyörű épületet, lehetőség szerint a terveknek megfelelően, és azzal a műszaki tartalommal, és azok között a költségkeretek között, ahogy ezt a támogatási szerződésünk is tartalmazta. Engedjék meg, hogy azért továbbra is megemlítsem azt, hogy tavaly volt ez a kórház 100 éves. Kérem szépen, tisztelet az ősöknek. Tisztelet, hogy 100 évvel ezelőtt a Tapolca város polgárainak hozzájárulásával, és akkor is az állam, akkor még királyság hozzájárulásával létrejött az az intézmény, lerakták az alapjait azoknak a szükségleteknek a kielégítésére, ami természetesen akkor is fönnáll. Mint ahogy most is fönnáll, akkor mások voltak a betegségek, mint most természetesen, vagy máshogy diagnosztizálják a dokik, vagy a terápiák is más. De kérem szépen, 100 éve történt ez, és most 100 év után, akik mi itt élünk, a mi felelősségünk az, hogy méltó módon újítsuk meg ezt a kórházat, és annak az épületnek a helyén, amivel most önök szembe állnak, épült fel ez a gyönyörű épület, és azt gondoljuk, hogy ha nem is 100 évig, de egy jó darabig fogják a betegek szükségleteit kielégíteni. Elhangzott a barlang, akkor 100 évvel ezelőtt, akkor még nem tudták, hogy a barlang van alatta. Ma már tudjuk, hogy egész Tapolca, ahogy szokták itt helyben mondani, nem sajtból van, hanem sajton van, tele van liklukakkal, barlanggal, de hála Istennek van itt egy gyógybarlangunk, ugye ez jegyzett kórházbarlang néven, és ez a terápia a része. Megújult ez a barlang is, egy felújításon esett át a barlanglift, a lépcső, és kapott egy vízes blokkot, ami már a kor követelményei szerint meg kell, hogy legyen egy ilyen helyen. Ezzel a beruházással, ahogy 100 éves volt az épület, amit említettem, 100 évesek voltak az infrastruktúrák. Rengeteg bajjal, ez alatt az idő alatt, ezzel a projekttel az infrastruktúra is megújult. Az, ami a földben van, illetve a föld fölött természetesen erre is szükség volt. Előttem már néhányan elmondták, hogy mi minden van ebbe az épületből. Én szeretném összefoglalni azelőtt, mielőtt majd meglátogatjuk. A földszinten, a túloldalon vannak azok a részek, ahol az orvosi diagnosztika van, rendelők, oktatás, és az épület végén a tornaterem. Ha visszakanyarodunk majd, és eljövünk az épület ezen a részén, úgy, ahogy elhangzott, azok az orvosi gépműszerek vannak elhelyezve, amelyek szükségesek a diagnosztikához, illetve a terápiához. Majd itt tovább haladva a szakdolgozók, orvosoknak a szobái helyezkednek el. A földszinten van a nappali ellátás, a rehabilitációval kapcsolatos rehabilitáció, illetve a halba vannak azok a funkciók, nővér, pult, illetve a barlanglift megközelíthetősége. A lépcsőmagon keresztül és a liften lehet fölmenni az 51 ágyas emeleti hotelszolgálathoz, ami hotelszolgáltatásunkhoz, ami 2 és 3 ágyas szobákat jelent, természetesen fürdőszobával, légkondicionálással. Ezt szolgálja ki az ottani étkező rész, illetve azt kiszolgáló konyha, illetve a szakdolgozóknak azok az intézményei, amik szükségesek a munkájukhoz. Természetesen a mai kör követelményeihez igazodva elképzelhetetlen, hogy egy ilyen intézmény ne legyen kellő színvonalon felturbozva, hogy ilyen kifejezést használják, műszaki berendezések nélkül. Tehát mindazok a berendezések, amelyek kiszolgálják akár a földszintet, akár az emeletet, azok a padlástér, zömben a padlástérbe vannak elhelyezve, azért, hogy a fűtés, levegőcsere megfelelő legyen. Nem nélkülzi természetesen a háza, meg korszerű informatikai technológiát sem. Mindezek biztosítják ennek a részlegnek a működtetését, és kérem szépen,
Mindezt, ezt az utolsó fázist a Vemévszer Kft. Követte el, ahogy már ezt Szűcs úr átadta a kulcsot, ami most itt az én zsebemben lapul, de megkérem Szűcs úrat, hogy ennek emlékére, hogy ezt kivitelezték, vegye át az emléklapot a főigazgató asszonytól. A történelmi egyházak képviselői Szakács Péter plébános és Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész egyházi szolgálatában a test gyógyítása mellett a lélek ápolására hívta fel a figyelmet. Jeruzsálemben, a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadások tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az úrangyala időnként leszállt a medencére és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat és járj, és azonnal egészséges lett az az ember. Egy régi kórház régi története. De hát a gyógyulás vágya ősidőktől ott van a beteg emberben, hiszen betegség mindig volt, van és valószínűleg lesz is, és kellenek akár intézményes keretek is, ahol az ember gyógyulhat. De önmagában az intézményi keret még nem feltétlenül elég. Nincs emberem, aki segítsen, aki beemeljen a vízbe. Kell az az ember is, a gyógyító, a segítő, aki az intézmény keretében jelen való. De igazán az igazi gyógyuláshoz azért mégiscsak az a Jézus kell, aki odalépve azt mondja: kelj fel és járj. Mert ha rám bízod magad, akkor minden rendben. És azt gondolom, azt remélem, hogy itt ez az intézmény, amelyben emberek várhatják belátható idővel és jó reménységgel a gyógyulást, abban a bizonyosságban, hogy azért Jézus ott áll mellettük, és ott szólítja őket: kelj fel, és most már nyugodtan indulj haza, mert van intézmény, és van ember, és van gyógyulás. Áldja meg az Úr az intézmény dolgozóit, akik itt a gyógyításra felteszik az életüket, és áldja meg a betegeket is, akik itt a gyógyulásban reménykedve rájuk és az Istenre bízzák magukat. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. Kedves testvérek, Zsolt lelkész testvérem szavaihoz szeretnék kapcsolódni egy kis tanúságtétellel. Ez is szokott az ige hirdetésünkben lenni, hogy az ember elmesél egy kis történetet, ami ezzel a témával kapcsolatos. Ez egy saját történet, ráadásul nem is régi, nem túl érdekes, minden esetre szerintem tanúságos. Velem történt meg, egy, mint utólag kiderült, nem túl komoly derékfájással bekerültem a reumatológiára, és ide kellett járnom egy ilyen kis gyógytornál, ez az a része a rehabilitációnak, rendesen tudjam végezni a munkámat. És én először voltam ilyenen, és az ember elgondolkozik rajta, hogy mennyi mindent számít az, hogy mennyire lelkesek, szakmailag felkészültek, kedvesek, és mennyire odafigyelnek az egészségügyi dolgozók arra a betegre, aki ott van. Én ezt tapasztaltam, és láttam azt, hogy másokkal is így bánnak, nem csak velem, mint pappal, mint kivételezett személlyel, hanem a többi normál emberrel is. És ez nekem sokat segített abban, hogy még jobban becsüljem a tapolcai kórházad, és hogy imádkozzam is ezekért az emberekért. Valamikor még a tanulmányaim folyamán tanultam, remélem a jó
szakmai terminológiát fogom használni, hogy a lelki energiák bevonása az segíthet a rehabilitációs folyamatban. Tehát, hogy a betegeknek vannak lelki energiái, amiket mozgósíthatunk, akár imádsággal, mi papok, lelki segítségnyújtással, de akár egy kedves odafigyelő mosollyal annak az orvosnak, vagy dolgozónak a részéről, aki odafordul a betegekhez, akár azzal a szakmai igyekezettel, amit érzünk, azon, aki segíteni próbál rajtunk, és ez erőt ad az embernek ahhoz, hogy ő maga is esetleg nálam sokkal komolyabb betegségből föl tudjon állni, és egy kicsit újra meg tudja érezni azt a testi-lelki harmóniát, amelyet Isten adott mindannyiunknak, és amelyet szeretnénk újra meg újra elérni, kicsit jobban visszaállítani Isten segítségével. Ehhez kérem én is az egyház áldását. Kérünk Istenünk, áld meg ezt az épületet, a benne dolgozókat, mindazokat, akik itt keresnek majd gyógyulást, küld el szent angyalaidat, akik őrizzék és vigyázzák őket, és a te szent áldásod legyen ő rajtuk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A nemzeti színű szalagot az épület előtt dr. Csányi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztérium népegészségügyi osztályának főosztályvezetője, dr. Lang Zsuzsanna főigazgató, valamint Sín József gazdasági igazgató vágták át. Ezután a jelenlévők megtekintették az elkészült épületet, amely a héten már várja a gyógyulni vágyókat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok! Tartsanak velünk hétfőn és szerdán 18 órától az ismétléssel, szombaton 14 órától pedig a külön kiadással. Viszontlátásra!